Élőben a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsi! Szevasztok, jó reggelt! Mindenkinek 2 perc múlva lesz 4:07, egy csodálatos, elragadó, szexi pénteke. Sziasztok, jó reggelt! Picit a kollégák meglepődtek, mert felkapcsoltam a lámpát. Imádom. Én picit küzdök a reggeli ilyen depresszió ellen, hogy az időjárás miatt, ami egyébként szerintem tök jó. Tehát, hogy ezzel semmi gond nincsen. Tehát, tényleg? Lesen csak tényleg egészen addig, amíg el nem kezdjük a forgatást. Tényleg? Nincs. Azt mondja Jani, jön mindjárt a Balázs, gyerekek, félre, itt van, csak kicsit megaludt, még mielőtt elkezditek nagyon keresni, tehát fél után már itt lesz. Ugye mi mindig egy kicsit korábban érkezünk be, dumálgatunk a élet nagy dolgairól, ki mit fog csinálni, meg ki mit nem. Én elmeséltem, hogy tegnap háromszoráztam, de szarrá, de úgy érted, hogy el nem tudom mondani. Én ugye leléptem tegnap 9-kor, volt egy kis dolgom, de robogóval mentem be a belvárosba, mert hát igen, az oda kell érni programmal. Azt még megúsztam. Azt még megúsztam, megcsináltam a kis programot, amit kell, majd átmentem még különböző helyekre, és egyszer csak ülök a kis robogómon, mondom, nincs sehol egy felhő, nézd már, de jó idő van. És tökig egyes, akkor cuppogva visszajöttem ide a rádióba, letettem a izét, kocsival hazamentem, délután mondom, egy új bukósisakot szereztem be a Triumphoz, mert megyünk túrázni, egy ilyen túra izét, mondom, kipróbálom, hogy ne az legyen, hogy a jövő hét után, ha elindulunk a túrára, akkor ott kelljen a bukósisakkal. De mi van ilyen, hogy túrasisak, vagy igen? A világpénzét el tud cseszni. Ja, hát azt szerintem ugyanolyan, mint az összes hobbi, tehát, hogy a mászásra is van egy cipő, de azért, hogyha másféle, akkor izé. Van a beülő, jó, de ez már itt szorítja. Bringázásba, ugyanez, motorba ugyanez. Csak... De jó, az etáska, mennyivel jobb, mint amit én vettem a 2 hónappal ezelőtt, igen, és mennyivel jobb az, amit 4 hónappal ezelőtt vettem. Akkor a fél évvel ezelőtt vettem, már nem is beszélve, és veszel egy 5. táskát. Mert motorozásban veszel egy nyári ruhát, veszel egy télit, aztán rájössz, hogy veszel egy 4 évszakosat. Van egy olyan sisakod, amiben szép vagy, szerinted. Igen. Legalábbis van egy olyan, ami praktikus, van egy olyan, ami nyitott, van egy zárt. Van, amiben van kommunikáció, van, amiben nincs kommunikáció, hát a világpénzét el tudod rá. Én tudom, amikor eresztettem ezt a dolgot, majd utána még beszélgetünk egy picit róla, visszatérve a te témádra, tényleg csak egy gondolat, az országúti kerékpározás. Amikor megvan az első életed, első igazán jó kis országúti bringája, tudod, nekem volt egy kiúgom, imádtam, szerettem, nagyon szépen köszönöm utólag is mindenkinek, aki segített abban, hogy hozzájussak, így nagyon jó volt. Utána ugye rájöttem, hogy nem a megfelelő közlekedési eszköz az Üllői útra, és egyébként is gyakorlatilag, igen, már csak a talaj miatt sem, tehát keresnem kell helyeket, ahol tudom használni. A lényeg az, hogy eleresztettem egy idő után a dolgot, de az egy idő után eleresztésnek az lett a következmény, hogy otthonra már azért felgyűltek elég rendesen az országúti kerékpározáshoz vásárolt holmik eszközök. És ilyen most, gatya, most igen, gatya, igen, tehát a kerékpár az már nincs meg, az már remélem, hogy valakinek az egészségét szolgálja valahol, meg a hobbiját, meg a szenvedélyét, de az összes cucc az ott van, amiket nem igazán tudok használni semmire. Garázsvásár, János. Garázsvásár, előbb-utóbb az lesz. Na, visszatérve, igen, és akkor elmentem. És akkor délutánra, ne, az már megvolt, érted, mondom, akkor egy kicsit edzek vele otthon a Velencei tó körül. Kitekintek, hát úgy van a ház, hogy nyilván, mint minden ház, hogyha állsz valamelyik részénél, akkor hátrafele ugye nem látsz a fal miatt, ami ott van. Kinézek így elém, és egy ilyen, mit tudom én, 220 fokot látok az égboltból, ami nem azt mondom, hogy napsütésesen, de olyan biztatóan kicsit kék, érted? Motorozásra már alkalmas. Mondom, motorozásra alkalmas, jelent. Beöltözök föl, elindulok, és megyek körbe, és ahogy a visszafordulsz ugye a gárd felé, a tónak a végénél, akkor derül ki az a látvány a számodra, amit eddig nem láttam, mert mögötted volt. Igen. Olyan fekete felhő, gyerekek. Igen. Matula bácsi mondta tudatosnak, hogy a bütyöknek, hogyha feketélik a nád fölött. Így van, akkor nem. Igen. Akkor így van, akkor már rég baj van. Akkor már rég baj van, mert a nád mindent eltakar egyébként. Na itt is rég baj volt, nem a nád takarta el, hanem a saját hülyeségem. Úgyhogy ott megint egyet, tehát hogy én értem az esőt, nagyon szeretem az esőt. Nekem most egy picit tegnap már itt sok lett. Ugye minden nap elmondjuk, hogy persze nagyon örülünk neki, meg azért ez még nem az a nyár, meg nem az az időszak.
Oké, most nekem pont elég. Tehát fejezzük be, vége, zárjuk el a csapot, nagyon igazad föl van. Az eső, és húzzon innen a retekbe. Nagyon igazad van, de pont azért, hogy egy nagyon picit azért komolyra fordítva szólt, hogyha valakinek problémája van azzal, hogy mostanában esik, letöltöttem két felvételt, ami nyilván rádióra van szó, hogy gyakorlatilag semmit nem számít, de majd szépen elmondjuk. Ez, amit itt a képen látok, ez az elmúlt 30 napnak a csapadék mennyisége, amit látok, hogyha ha vannak ilyen színes területek, a sárga vagy narancssárga az azt jelzi rajta, hogy az éves csapadék átlaghoz képest mennyivel kevesebb. Az a kevés. Mennyivel kevesebb, minél kékebb, minél lilább, az annál több. Na most ez az elmúlt 30 nap. De miért nem a jó alföldre esik? Álljál már meg! Hát így van. Miért így van, nekünk? Így van, tehát hogy még mindig mínuszban van egyébként. Békés, Szabolcs-Szatmár, Hajdú, Bihar, stb. Pont oda hova kellene, oda nem annyira esik, de nem is ez a lényeg, hanem az ezt megelőző évnek a csapadék mennyisége. Nem állunk jó, óriási szárazságban. Hát, igen, nem, ez a tavalyi. Tehát, hogy most szerintem nagyon-nagyon örüljünk annak, hogy ez a helyzet, mert tavaly már akkora dráma volt ilyenkor, és ebben benne volt vastagon a Velencei tó, csak nekem mondom. Nekem mondott haver, bokáig érő vízben strandoltunk. Na, ennyi. Tehát, hogy tavaly ilyenkor már óriás dráma volt, és kongatták a vészharangokat teljes joggal, gyakorlatilag az országnak kétharmada ki volt száradva, úgyhogy szerintem most becsüljük meg ezt az időszakot. Megbecsüljük, meg örüljünk neki. De hát jó motorozás. Mindig pempögünk valamiért, persze. A mezőgazdaság azért pempög, mert nincs eső, így mi van. Azért pempögünk, mert van eső, soha senkinek jó. Semmi nem a gazda jó. Azt tudod milyen, tehát hogy a gazda az mindig pempög. Tehát hogy a gazda az mindig megtalálja azt a problémát, ami éppen akkor őt valamiért sújtja. Tehát ha sok valamiből, akkor az a baj, ha kevés valamiből, az a baj. Egy dolog viszont kérdéses. A jövő hét péntek lesz. A jövő hét péntek, eső. Hát nem lesz. Ugye 16-áról van szó, lesz egy fantasztikus kitelepülésünk, egy jó kis kompozás a Balatonon, Szántódrévtől fogunk indulni, lesznek játékaink, több százezer forint értékben fogunk kisorsolni nyereményeket, illetve több százezer forint értékben, az azt jelenti konkrétan, hogy 200 000 forintot, meg egy hűtőszekrény tele Soproni-val. Na már lesz koncert. Mert az több mint 100 000. Az már több. Már csak a hűtő is. Így van, japa. Nem. Így van. Hát így még van. A sör, így az van, így van, és a sponsor tele fogja ezt tölteni. Jóféle serítallal, ahogy szokták mondani. Meg lesz nagyon jó kis koncertünk, Follow the Flow. Azt mondja, hogy 7 óra magasságában fogunk kifutni, és 9:30 magasságában fogunk horgonyt vetni, majd újra Szántódréven. Nem érdemes kihagyni. Mert ez egy nagyon jó mindig buli lesz. Nagyon jó buli. Nagyon jó lesz. Gyerekek, nagyon jó én lesz, emlékszem nagyon az elsőre, mindig az elsőre úgy nagyon szoktunk mindenből emlékezni, hogy álltunk kint a Balcsi közepén, és ez még sokan összekeverik, de hogy azt mondják, hogy a Velhelós volt az első, de nem. Nem, huligenszes. Egy huligenszes buli volt, nagyon-nagyon régen az első. És az is kompozás volt. És az is kompos volt, és a huligenszes srácok voltak ott, az volt az első, hogy annak, ahogy a reggeli nap, a 7 órási nap süti a kompot a Balaton, hogy egyszerűen olyan csoda volt, én bennem az annyira benne van, hogy állunk a Balaton közepén. Igen. A négy hülye, már elnézést, nagyon szeretem őket, a huligensz a rokkot érted nyomja, mindenki tombol, nagyon jól éreztük magunkat. Megjelenik négy atomra szétvart csávót. Igen, aki kicsit álmosan. És várod a rokkot, és aztán elindul a királynál. Na jó. Jó, hát most igen, de voltak erősebb dalaik is. Igen, elég, most meg aztán pláne van. Viszont a királylányra ment be mindenki így a koncertre. Így van, tehát de tök igazad van, amúgy tényleg ez a huligenszes volt az első, és valahogy mindenki elfelejti, de óriási feeling volt. Tehát, hogy az ott, utána volt egy pár év kihagyásunk, és aztán a Velhelóval kezdtük a sort, amikor igen. Minden évben lett egy-egy. Volt egy Dunai kitérünk, de most visszatérünk megint a Balcsira. Volt Valmárunk is. Valmár is volt, volt Halott Pénz is. Igen, Halott Flow nevezetű csapat. Gyertek, nagyon szuper. Sokan kérdezték, hogy kell-e regisztrálni, vagy jegyet venni, vagy valamit. Hát az van, hogy ezen a kampon marha sokan elférnek, úgyhogy lehet jönni bátran. Én javasolnám, hogy ne hétre esd be, mert ugye azt mondjuk, hogy 7-kor indulunk, de az adás az már 6-kor kezdődik, tehát a komp nyitott, lehet hétre jönni. De már nem jutsz föl. Hát, még az sem biztos, hogy nem jutsz föl, mert ez ugye mindig egy érdekes kérdés, hogy hányan legyintenek, hogy úgyse jutunk nem, föl. Nem, gyertek, ne legyintsétek, gyertek, ne legyintsetek semmiképpen, mert mondom, tavaly egy kicsit áldozatul estünk ennek az óvatoskodásnak. Most ne óvatoskodjon senki, jöjjenek. Ott álltunk a rohadt nagy Európa hajón. Így van, kicsit biztonsági játékot játszottunk, aztán meg is lett az eredménye, most senki, ne játszon senki biztonsági játékot, jöjjön szépen oda, és akkor toljuk le, rúgjuk be egy kicsit ezt a nyarat, toljuk le ezt a bulit. Berúgunk? Jó, mehetünk.
Aztán később ezt sokan kérdezték, hogy ott a helyszínen nem annyira, de például a Sopron is természetesen igénynek megfelelően fogja feltölteni azt a hűtőszekrényt. Tehát te tudsz valamit? Az áfonyás, a ribizlis, meg a nem tudom milyen. Akár az is nagyon finom, a 0%-os is, de az eredeti is. Eredeti is hozzáférhető lesz. Ja, és akkor még egyet nagyon gyorsan, most még van egy pici időm, Zsült kérdezem. Jó, csak annyi, hogy van egy nagyon-nagyon jó hírünk a bringásoknak, ez pedig az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy egy az egybe lehúzva a Drive to Survive-nak a receptjét, a Netflixen megcsinálták a Tour de France-nak a bringás változatát a Drive to Survive-ból. Tegnap elkezdtem nézni, tehát hogy egy kicsit ilyen szilvaszerű a szemem, és be van dagadva, és nem látjátok a szememet a szemhéjam mögött, ez azért van, mert tegnap elkezdtem, és belehasítottam egy az egybe. Tehát ha valaki szeret a Drive to Survive-ot, ami ugye a Forma 1-ről szólt, akkor az mindenképpen nagyon egy esélyt ennek a Tour de France a Peloton szívében című sorozatnak is. És ugyanúgy mennek a csapatokkal, egy az a hátteret egy, mondom, látod. Egy az egyben ugyanaz, csak a Forma 1 le van cserélve a bringára. Nagyon-nagyon durva. És ehhez ugye azért érdekes a sztori, mert Jani nem volt egy Forma 1 rajongó. Nem. Tehát így kevésszer hallottad hétfőn bejönni, hogy gyerekek, láttátok a hétvégi futamot, mekkora ízi volt, viszont ez a sorozat meg annyira közel hozta hozzád, hogy nyilván nem ülsz le most vasárnapként futamot nézni, nem. De legalább így tudod a hát minden, az összes évadot végignéztem, abszolút ismerősen csengos már rengeteg csapatvezetőnek a neve, Forma 1-es pilotának a neve, ez egész ilyen nagyon-nagyon egybe volt. Hát a bringázás és meg nagyon pici közöm azért van, tehát hogy így érdekel is a dolog kifejezetten. Loptál már biciklit régen gyerekkorodban. Persze, azért. Így van, összecsukató, sárgára mázolt a cseppel csillagot. Úgyhogy ez a sorozat, ez megint nagyon-nagyon fog. Haver, te mikor alszol? De tényleg? Semmikor, ez a bajom. Komolyan? Majd. Én mindig azon gondolkozom, hogy én például kifejezetten gyűlölöm, nekem olyan órám van, amikor még úgy csináltam, mint aki egy kicsit sportol, ugye vásároltam magamnak egy olyat, aki például az éjszakai alvási ciklusomat méri. Ez nem egy okos óra, tehát nem lehet rajta telefonálni meg. Mit tudom, ez direkt ilyen sportra. Kifejezetten bosszant, hogy reggel a rohadvány kiírja, hogy a megfelelő alvási időhöz képest ön pont a felét aludta, igen. A regenerálódása -5, na. És azonnal pihenjen le. Érted? Pedig úgy, hogy én most már 10-kor, de inkább 9:30-kor ágyba kényszerítem magam, tehát 6-6,5 órákat alszom, és ez a rohadék azzal stresszel minden megveszekedett reggel, hogy Feri, te nem aludtad ki magad, te nem regenerálódsz, neked semmi közöd nincs az élethez, te egy hulla vagy, haver. Te meg hajnali 2-ig tévézel. Ha Balázs itt lenne, csinálod. Akkor azt mondta volna, 8 és 10 között alszom. Ja, igen, reggel? Igen, ezt mondta volna, ha itt lenne. De majd mondja, hogyha félkor idejét. Jó? Félkor majd bepótoljuk vele. Szóval én ezt nem értem. Én már nem bírom, gyerekek. Megmondom nektek őszintén, hogy nem bírom. A béka is jön mindig, hogy de figyelj, még csináljuk ezt, meg azt mondja. Amma hagyjál békén kicsim, benn vagyok a hálóban. Csinálj, amit akarsz. Gumizd el a tövét. És szórakozz reggelig. Én azt úgyhogy nem értelek, vagy nem tudom, hogy csinálod, de majd a receptet elkérjük. Nem tudsz, tehát ott van most az Arnold sorozat is, ami ez a mini sorozat, attól is kész vagyok, hát valami elképesztően jó, és akkor még most itt van ez a Peloton szívében is, úgyhogy kész vagyok. Végen van, és ma megyünk forgatni 2 napra. A szakadó esőbe. Tudsz élni, haver, tudsz élni. Ha ezzel a hőssel akartok játszani, aki nem alszik, csak forgat esőben is, akkor is írjatok, ha velem, vagy ha Balázsral, mert fél után már itt lesz, akkor is írjatok a fekete azt fehérrel. Azt mondták most a túron is, ha fáj, az azért jó, mert tudod, hogy élsz. Aha, hozok neked egy korbácsot, azt csinálhatjuk. Jövünk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Itt vagyunk, háló gyerekek, 3-7 lesz, pontosan 6 perc múlva. Jó reggel! Jó reggel, gyerekek! Képzeljétek el, itt voltam, tehát nem elaludtam, ilyen 6 óra, 1-kor elindultam, csak mondom, most én kényelmesen jövök. Én beírtam a Viberre, hogy nem rohanok, gyerekek, nem rohanok, nyomjátok le a reggelt, és aztán itt vagyok, aztán 6 óra, olyan 18-ra vagy 17-re megérkeztem a garázsba. Aludtál egy negyed órát. Pihentem egy kicsit, mondom, most nem, esik is, ez csúszik is, mondom, most... Volt egy ilyen érzetem, hogy ne rohanj, Bali, ne rohanj. Nagy sietséggel ide tudtam volna élni, de mondom, ezt most elengedem. Nem kell ilyet. Úgyhogy igen, kényelmesen beértem. Szolgáltuk a tévénéző népeket, még ha vannak az RTL-en tévénéző népek. Úgyhogy, tegnap majd este. Lesznek, jön a foci. Jól. Jön a futball. Jön a futball. Van is főháborodás. Igen, majd beszéltünk. Hadd háborogjanak.
beszéltünk róla, úgyhogy ja, hát csúszkáltam egy kicsit, ott fönt azért nagy esők vannak, meg minden, nagyon esik. Végig az M7-esen is átfolyások vannak, autópályáink állapotáról nem nyilatkoznék hát hosszabban, mert állítólag majd most megcsinálják, nagyon-nagyon kéne. Én ezt nem is értem, hogy kirakják a 100-as táblát, tudod, esőnél, és akkor ezzel így el van intézve, hogy nem lehetett volna olyat építeni, amiről lefolyik, vagy, vagy valami autópálya. Elvileg úgy van, miért annak kérdez? Van egy szöge, aminek dőlnie kell. Hogy ugye a lejtőben. Elvileg igen. Hogy kérhetsz ilyet? Elvileg igen, elvileg úgy van, gyakorlatilag meg nem egészen. Mi viszont bőrgünk, tehát én most így büszkén mondhatom azt, hogy az Üllői útnak az a szakasz, amit most elkezdett az önkormányzatunk felújítani saját forrásban. Igen, és majd... Hát az övéké. Hát, igen, meg mindenki más, aki egyébként övéké. Az Üllői útot használja. Mindig, igen, az Üllői útot, az nagyon sokszor úgy kezelik, mint hogyha ez a lőrincieké lenne, de nem, azért azzal a feltévednek azért mások is. Én nem járok de hála az jó Istennek, hála jó Istennek. Tehát, hogy ez elmúlt 20 évben estem, keltem sokszor szó szerint az Üllői útnak ezen a szakaszán, most már ez így ki lesz cserélve, úgyhogy hogy ebben az évben kapunk egy szép új hát ebben burkolatot. Az évben nem, de jövőre. De. Igen? Ebben az évben. Tudod, nálam, az jó, hogy igen. A metró hogy oldják meg? Hogy az Üllőt hogy oldják meg? Hát, hogy tudod, ez az eltoló, ilyen sáveltolásos ilyen felújítás lesz, hogy akkor... Na, ez nagyon forgalmas, hát, ez nem könnyű. Igen, nem. Ezért nem is nagyon mertek korábban hozzányúlni. Úgyhogy, de hál' Istennek a jelenlegi polging az elég tökös ahhoz, hogy ezt bevállalja, úgyhogy... Ez van. Picit most kellemetlen lesz egy ideig, egy pár hónapig, de utána meg gyönyörű lesz, és rendben lesz minden végre, ez évtizedes probléma, iszonyatosan rossz állapot. Hát az Üllői az nagyon durva. Az lesz, ahogy átadják János az első napján kerékpárra ül, igen. Hogy végig veret rajta hajnalba, puff, elütik. Igen. Végre tudsz tempót jönni. Szív vissza. Az ipar vasútnál becsúszik majd a bringámnak a kereke a régi vasúti csinált közé, és akkor... Megakadt, te meg repülsz egy jót. Bocsánat, csak olvastam, hogy 10 jel, hogy ADHD is, vagy elnézést, és 8 timmerem. Ne csak ezt olvastam. Ja. Aggasztójelek, ha burnoutod van. Bocsánat, ezt is elolvastam, és 10-ből 10 jel. Hogy nem, igen. Csak ilyen cikkeket dobál fel, milyen Isten van. Miért csak ilyen cikkeket kapok? Na, aranyszabály az út, éppen az, akinek meg kell csinálni, igen. Igen. Hát ez így korábban, így az elmúlt időszakban, egy pár tíz évvel korábban, így nem így érezték nagyon a polgármesterek, de mostani, az hál' Istennek mondom, ez így bele. Még nagyon kellett már, nagyon-nagyon kellett. Tehát, hogy jók leszünk, szépek leszünk, feltörünk megint. Becsésnél az M0-ás vezető oldalon Budapest irányában kamion az áróban. Köszönjük szépen. Na nézzük, kivel játszunk, haló! Szép jó reggelt! Gábor Sopronból, hello Gábor. Gábornak kicsit olyan hangja, mint hogyha ráálltál volna a parkoló helyére. Szép jó reggelt. Igen. Gáborra nem akarsz ezen egy lakógyűlésen, hogy fölötte alattad lakik, és öntözöd a tiszta ruháját. Ez a matek tanárom hangsúlya volt, amikor késtem 10 percet. Gábor. Mi dolgozol, Gábor? Szobafestőként dolgozom. Szobafestőként. Uh-huh. Sopronból mész Szegedre festeni? Így van, nem, a barátnőmért megyek, költöztetem haza, ugye most lett vége az iskolának, aztán a tucait elhozzuk. Jó, de 14 évet már betöltött, 14 évet betöltötte. Most volt hetedikes, nem? Nyugtass meg, hogy a 14 évet betöltötte. Igen. Jó, azért meg barátnőmet hozom el iskolából, semmi baj, mindenki ugye, nem azért, azért a 14-et töltse be. Na jól van, Gábor, 24, hát akarja. És mi lett belőle? Nyolcadikos. Ott nincs egy különbség. Jövőre nyolcadikos. Zongora tanár lett. Pedagógus szakom van. Hú, de jó. Te miért? Ez a rövid kérdés fogalmazódik meg mindenkiben. Uh-huh. Miért? Hát ezt tőle kellene megkérdezni. És mit kaptál inkább? Neki? Vagy mit adtál neki ajándékba? Gázálarcot? Hát zongorát kapott még tavaly. De jó. Öcsém, ez nagyvonalú ám, hogy veszel egy zongit. Hát, jobban örülnél neki, ha furulyázni, nem? Illetve hát nem tudom, hogy most... Dorongozom. Mert azért ez a sok rolcsi, egy triangulummal biztos jobban. Ti vagytok egyébként az ideális páros, mert van a nő, aki ugye a hivatásának él, milyen szép dolog ez, hogy pedagógus és zongora. Van a szobafestő, aki átjár Ausztriában nyilván szobát festeni, és megél belőle jól. Igen. Hát pontosan így van. Na látod, meg a szerelem, még ez kell hozzá. De te is átjársz? Hát igen, átjárogatunk, dolgozunk kint is, dolgozunk itthon is. Hát inkább Sopronba, de azért. Meg itt a környező falvakba, Sopron mellett. Nagyon jó. De jó.
Tök jól hangzik. Neki a Bösendorfer, meg a Steinway, neked meg a Mester Tapasz, meg a a Disperzi. A Disperzites Öder Teddy Engel. Ez szép, tök szép kapcsolat. Meg a Téza. Na jól van. Kit választottál? Janit választottad. Na, jól van, hát akkor. Essünk egymásnak. Hát, ha lehet tudom rontani az 50%-os. Nem, fölhozod, én érzem Gáboron, hogy hibázni fog. Nézzük, hogy... Hát szeret, igen. Nem, de már megint igen ezzel, Gábor! Nem mondta az igen, az igen nem mond. Hízzal azt, hogy játékban, nem most. Nem, akkor se. Kutyafány. Most kimondom sokszor, és akkor utána már. Jó. Oké, mehetünk? Megpróbálom. Mehetünk. Akkor 3-2-1 is tessék. Na, toljuk akkor 1000-rel. Kimondod a titok szavakat? Mit ígértél? Azt ígértél? Hát, mondod? Talán. Mondd már ki. Kimondtam már előtte sokszor, úgyhogy hanyagolom. Hát a tiltott szavakat. Aha, melyiket? Hát azokat. Jó. Na, mész ma dolgozni? Nem. Ú, bassza meg! Hogy lehetsz ennyit? Ne már, Gábor! Isten. Annyira éreztem, hogy ez le. Nagyon durván. Ez tényleg durva volt. Ez egy nagyon csöpehúzós kérdés volt. Mész ma dolgozni? Hát, nem. Ez kb. Olyan volt, hogy esik nálatok az eső? Igen. Nálatok is 550 forint egy liter benzin? De Gábor, de tényleg 20 másodpercet a tiltott szavakon rúgoztak. Mindent elkerülsz, és jön ez a hülye kérdés. Nem mondok erre semmit, inkább. Ne ostorozd magad, nem kell. Elnézést, hogy ilyen hajas módon hátba döftelek egy ilyen betekerős kérdéssel. Csak mondom, hogy Jani 67%-ra ugrott. Hello, srác, mi van veled? Komoly ugrás van. Mi van veled, fiú? Hát gratulálok neki. Hát Gábor, nagyon köszi. Azért így nehezebb, mint így simán csak hallgatni titeket. Na, ott mindig élőben játszani, igen, ezt elismerjük mi is, hogy azért hát, az mindig. Igen. Mindig nehezebb egy kicsit. Na jól van. Hát Gabikám, ebből ajándékcsomag nem lesz. Viszont egy plusz ajándék, igen, azért ezt megmutatjuk. Gratulálunk! Nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok 1001 éjszaka World Musical 2023. augusztus 20-ai előadására. Most költözteti el a csaját Szegedről. De az jó, mert kérlek, jönnek. Nem, most megvárod. Augusztusban vissza, úgyhogy... Augusztusban visszaviszed, és akkor beugrasz a koncertre. Így van. Ja. Köszi a játékot, ciao. Hát köszönöm szépen, sziasztok! Szia. Csak mondom, hogy 33%-én Feri 0, Jani 66. Nagyon menő. 66. Ez egy 9-e van, tehát hogy még... Na jó! Jaj! Én azt javaslom, most zárjuk a hónapot. Igen. Itt a vége, fizessetek. Igen, ez nagyon... Ó, Istenem, nagy szép játék volt egyébként a részedről. Igen, a játékos mély torkozott egyet, írja valaki. Igen. Van ez így. Elesett létrával. Ja, oké. M7-es autópálya Nagykanizs irányába Balatonszentgyörgynél cementes zsákok hullottak le egy teherautóra. Gyerekek, azra vigyázzatok, mert azon el lehet szállni. Jó, úgyhogy óvatosan. Hát, vagy szedjétek össze, és akkor 50 kiló cementetek. Igen, nem olcsó a cement. És el lehet adni. Igen. Nem? Vagy azt mit lehet csinálni? Hát, meg hozzáadni egy kis sódát, vizet. Simán. Én is néha, amikor kiömlött magnéziát találok a mászott teremben, egy kicsit összekotrom. Jó, az még. Jó, berakod egy zsebkendőbe. Elvisz, zsebre rakod. Gyorsan, kezem szépen. És már megyek, érte, nem hagyunk ott semmit. Mondjuk most esőben a cementet összeszedni, hát nem tudom, hogy azzal most te jól jársz-e. Az, abból lesz a beton, ugye? Jól van, a sóder meg víz, és akkor az már beton, ja, nem? Ügyes, ugye? Ügyes. Igen, másra is jó. Vizes cement, a szar, az nehéz? Mi? Hát, igen. Az a baj, hogy ugye nem tudod használni, mert tehát vagy gyorsan bekevered, igen, most, igen, vagy egyébként az dobhatod ki a francba, ha elázott. Aha, így van, az használhatatlan. Így van, jó az egyébként, csak gyorsan kell használni. Kicsit olyan, mint a korai megömlés. Korai magömlés az jó és gyorsan kell használni? Igen, gyorsan kell, tehát hogy igen, vagy ha. Jó az, de na, tehát hogy... Nem mindenki örül neki. Nem. Az, ugye, legalábbis a párból az egyik nem annyira. Igen, láttátok ezt a cápatámadást, gyerekek? Megnéztétek? Én nem néztem meg a videót, mert kifejezetten gyűlölöm ezeket. Durva. A videókat. Elcsíp. Nagyon hurgad a partjainál, ráadásul én teljesen ártatlan. Írt olvastam, hogy ráadásul délután 3-kor történt, ami nem jellemző, tehát ott ugye az van Hurgadánál, hogy a téli időszakban 5-ig szabad fürdeni, nyári időszakban talán 6-ig, és utána már ki is szedik az embereket a vízből, mert ugye az esti
cápatámadások, akkor mennek vacsorálni. Az a veszélyes. Ez délután 3-kor történt, ráadásul egy strandon. A hírt olvastam. Ne akard megnézni. Én nem nézem meg. Ne akard megnézni. Ne, tényleg ne akard megnézni. Véletlen tegnap megnéztem, valaki az órom elé tette. Nézd már cápák. Hát az, azért az nem vidám. Erős mi? A végignézett konkrétan. Sem is azt hiszem, ne, aztán már nem is egy, hanem kettő. Tehát kettő érkezik. Egy perc alatt gondolom szétkapja. Darabokra. Igen. Most valószínűleg az lesz, hogy már most nyilván, tehát ne a szón lovagoljatok, de egy szerencsétlen cápák most akkor valószínűleg most egy célkeresztbe kerülnek megint, de ugyanakkor meg statisztikailag tudjuk, hogy azért cápa támadásban meghalni azért az egy nagyon kicsi százalék mondjuk egy autóbalesethez képest. Vagy igen, például adott napon nyilván fürdött 1 milliárd ember a világ különböző óceánjaiba. Ja persze, rossz a PR, nem a cápák a hibásak, hát mi megyünk be a vízbe, csak így mondom, van. Hogy felkavaró a felvétel. Biztos, hogy nagyon durva lehet. Én nem is tudom, hogy tudnám egy végig videózni. Tehát, hogy így elkezdem venni, látom, hogy a csávót kiabál, küzd, egyszer csak megjelenik egy farok, uszony, és akkor végigveszed? Vagy akkor már annyira sokot kapsz, hogy nem állsz le a felvétellel? Hát ez vagy, nem sok, sajnos. Vagy akkor már azon gondolkozol, hogy hú, ezt már este kinek tudom elküldeni? Vagy ott van a kezedben a telefon, és akkor már csak én automatikusan lesokkolva végigveszed az egészet. Automata reflex, lezuhan a repülő, elővesszük, koncerten elővesszük, történik valami az úton, elővesszük, filmezzük. Tehát én ezt már nem vitatom. Jó, ezt a jelenséget. Csak kérdezem. Egy dolog, de ez szerintem ez a tipikus katasztrofa turizmus. És ez a legszélsőségesebb forma, hogy felveszed. És akkor egyszer, mondja, aki felvette, legalábbis én egy ilyen videót láttam. Figyelj, lehet, hogy egyébként, lehet, hogy egy vízimentő, lehet, hogy a parti őrség részéről valaki, akármit, tehát, hogy csak akkor meg ugye fura, hogy nem ment, vagy én nem tudom, hogy egyáltalán. Nem akarok okoskodni, nem értek hozzá. Mindenki most, elmondja, hogy ilyenkor semmi. Beugrani, az a maga ja, halálos ítélet, nem tudsz mit csinálni. Igen, tehát, hogy lehet, hogy valaki, akinek amúgy annak a partszakosnak az őrzése, megfigyelés, stb. Volt a feladat, és ő vette fel. Nem biztos, hogy egy turista. Ha a turista vette fel, az tipikus. De valami csajszí, oh my god, és akkor hallod a hangját végig, hogy ott istenemezik, igen. Úgyhogy én nem biztos, hogy felvenném. Aztán a feneset ugye most ilyen az eset rekonstruálása kapcsán, inkább az, hogy kikerül, tudod? Tehát, hogyha most nem ő felvette, és akkor mondjuk tudod. Így a hatóságoknak odaadod, mert hogy tudják majd így rekonstruálni az egészet, az egy dolog. De hogy ez fel is kerül rögtön az internetre, és akkor mindenkit hülledezhet rajta egy egészségeset, akkor hát, hogy ez jó. Tehát, hogy így. Nem jó, de hát mostanában fölkerülnek videók az internetre, ilyenek olyanok. Nem ő van rajta, nem ő van a felvételen. Nem a cápa van rajta. Nem ő, tagadja. Nem. Igen, szóval ez meg a szenszáció hajhászás, mindenki egy kicsit tudósító akar lenni, tudod, aki most fölvette és föltette, ő neki az a kielégülés benne, hogy erről ő tudósított a világnak, ő volt ott. Hát ha ez most neki jó, akkor jó. Szóval szegény cápák, na azok már egy csomót lemészároltak hozzá Hurgadán. Ilyenkor megpróbáljuk ugye elfogni mindig a cápát. Aha, csak és azt kapod el, meg mindig, hogy megölnek 15 ikris cápát emberevő, igen. És akkor lemészárolnak gyorsan 15-öt, hogy megnyugtassák a turistákat. Miközben egyébként... Ugye ennek van egy ilyen PR-ja is, hogy elkaptuk, megöltük, megfogtuk, lehetjessenek jönni nyugodtan fürdeni, kifogtuk a gyíkos cápát. Igen. De veszek csak egy csákányt állítanak egy tigris cápába gyorsan, 2 csórakkal arrébb. És minden cápa veszélyes. Lefotózzák, és azt mondják, nyugodjon meg, mindenki itt van a bűnös, tudod. És akkor kifognak 15-öt, hogy helyreállítsák a Vöröstengeri imidzsét. De ha nem ő volt, akkor biztos a másik 14-ben van benne, de valójában meg ugye ezerszer elmondták már, hogy a cápa az benézi általában a dolgokat, hogy nem az emberre utazik, hanem egy mozgásra. Tehát a mozgásra reagál, és mert úgy tűnik neki, mintha például fóka lenne, mert azért ez a mozgás az arra hasonlít számára, vagy ilyesmi. A másik pedig az, hogy nem szabad elfelejteni egy csomó cápafajt, például pont a globális felmelegedés, meg az óceánok változásait, tehát az, hogy felmelegszik a víz bizonyos területeken, stb. Azt kényszeríti mozgásra. Elhagyják azokat a területeket, ahol addig éltek hosszú évtizedeken, vagy akár évszázadokon keresztül, és hirtelen feltűnnek olyan helyek, hogy egyébként semmi keresni valójuk nincsen, vagy nem lenne. Tehát, hogy valahol ebben mindig benne van az ember. Tehát, hogy ez nem róluk szól, nem csak persze. A cápákról. Facebookon egy pillanat alatt megtaláltam vérfagyasztó. Az írja valaki, megnéztem, nem kellett volna. Mondom, ez tényleg durva, tényleg durva. Most erre azt mondom, hogy tényleg durva, erre ma fogják minél többen megnézni, de ez kemény. Hú, gyerekek, megnéztem, ez valami szörnyű. Igen. Na jól van. Oké, jövünk mindjárt, jó? 5 perc van pontosan 7 óra. Ha van közlekedés, akkor pedig nyomassátok, küldjétek. Mi pedig jövünk mindjárt, rögtön a hírek után.
folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 6 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M4 Pest felé kamion az árokban, környéken, Kecskés felől baleset környén, bocsánat, baleset rendőr bentő tűzoltó, 2-3 kilométerre szakaszon óvatosan. Én csak eljöttem dolgozni, írja valaki, az Oregon kint van, a cápa támadás brutális. Ezért is biztos Brüsszel lesz a felelős, írja valaki. Igen, M7-esen burkolatot cserélnek, cementes zsákokat már kihelyezték, vigyázzatok. Jó, és... kaptunk egy hereszorító zsákot Szilikonból. Jaj, de jó, végre. Szeresd magad, így van. Hogy örülök neki. Használhatom én ezen a héten, és majd aztán átadom. Jó. Ne nyújts ki, léci nagyon, mert tudod azért. A méret a lényeg. Így van, hát na, még a... Jó, a kinek mi? Az énekesre, aki nem szerepel, talán rápirítok, de... Na, azért ezt megnyitva hagyom, ezt majd megbeszéljük egy kicsit később, hogy mit lehet ezzel csinálni. Mire is jó ez valójában? Jó, 8 után. 8 után megbeszéljük. Utolsó nap van az iskolában a gyerekeimnek. Honnan, hogy ők nem járnak még egy hetet? Ez így egyszer csak... De nincs is osztálykirándulás jövő héten, meg semmi? Tehát, hogy ma bízi osztás kész. Időbe. Semmi? Hova? Hétfőn, kedden voltak pannáék, egy kétnaposon, úgyhogy nincs semmi. Tehát, de akkor ma fölkerül a V-betű, ma vége. Nekem még egy hét van. Tavaszi szünet? Vagy mi ez? Nem tudom. Hát én is ezt kérdeztem a gyerekeimtől, hogy nem lehet, hogy egy hétig még békén hagytok bennünket, hogy anya, mit csinálja? Megint megvezettek, Feri. Nem lehet? Lehet, hogy csak szívhatásom. Lehet, hogy jövő héten szünet van, apa. De hát nem kell mennünk iskolába, telefon ebbe az iskolába. Hogy biztos, igen, ez kérem szépen, biztos, hogy ez úgy működik, hogy egyszer csak te abba hagyhatod, iskolaigazgató azt mondja, hogy nekünk nem volt olyan hosszú az őszi szünet, vagy mit csináltunk. Szerintem igen, hát ez így beosztják maguknak. Van, akinek egy, van, akinek jövő héten ér véget, van, akinek már ezen a héten. Szerintem az a suliban, sulinak valami mozgástere marad. Nem elég az a 2,5 hónap nekünk, hogy apa, mit csinálja? Azért nyári szünet júni 16-tól szeptember 1-ig. Ez az, hát én is így tudom. Aha. Még a jövő hét az iskola. Nálunk meg azt mondták, hogy már nem. Hát ez nekem... Hát ez tök jó. Hát akkor lehet, hogy ez már olyan régen volt, tatarozzák az osztályt, vagy nem tudom. Totál kiesett, hogy már júniusban, atya úristen. A június közepétől mi is otthon voltunk, vagy valahol. Júnitól? Hát persze, hú, de jó nálunk nekik. Is június közepén vége volt. Persze. 2,5 hónap szabadság. Basszus. Ami a tanároknak nincs, azért azt ne felejtsük el. Igen. Nincs azért. Aztán meg mindig sírok, már menek a szabadságba, fizetik. Á, nem, júni végéig, júli elejéig ők benn vannak bőven, és már augusztus közepén már kezdenek, már tehát hogy annyi, van. Minden van kifesteni nekik. Kifesteni a termet. Hát kifesteni a termet, krétát szerezni, szivacsot vágni mohából. Igen. Széket faragni a gyerekeknek, lámpát szerelni, áramot bevezetni a tanterekbe, WC papírra feltölteni a budikat. Ceruzát lopni az ácsoktól. Igen. Tehát van dolguk bőven. De hát ők már bemennek ugye augusztus közepén, már annyi minden van nekik. Senki ne irigye őket. Nincs miért. Na gyerekek, följövjük a novákot New Yorkban. Persze, sötétség, feszült, csend és tábor, ha tűzszak. Sötétség, akkor novák. Uralkodik New Yorkban. Egészen megdöbbentőek ezek a felvételek, mint amilyen apokaliptikus horrorfilmet néznél. Észak-Amerikában több mint 10 millió ember ébredt olyan helyen, ahol veszélyesen szennyezett a levegő. A kanadai erdőtüzek miatt, gyerekek, egészen durván néz ki. Látok egy HVG fotókat, egy férfi sétál a Central Parkban, New York füstbe borult felhőkarcolóival a háttérben, és ilyen narancssárgán úszik minden. Tényleg nagyon, nagyon durva. És azt mondja, hogy tábor tűzszag uralkodik a városban, sok ember köhög, nehezen kap levegőt, a város működése nem állt le, az autók rendesen közlekednek, mindenki felkapcsolt lámpával jár, és az égbolt színe mellett az általános hangulat is elég hátborzongató, az utcákon egyfajta csend honol, az elővigyázatosság olyan szintű, mint a járvány kitörésekor volt, és narancssárga képeket látsz New Yorkról. És mindenki maszkban. Mindenki maszkban, meg mindenki ilyen kendővel a szája előtt, tényleg elképesztő. Speciális levegőszűrő maszkot mondanak, és elfogytak a légtisztítók és a maszkok is. Tényleg olyan, mint valami ilyen, nem tudom, Will Smith-es, ilyen apokaliptikus 2050-ben játszódó
horrorfilm, azt van más légzőszervi megbetegítés, szemirritáció, bőrviszketés, kiütések miatt is sürgősségi hát ellátások számára. Láttunk ilyen felvételeket, már sajnos például emlékeztek az ausztráliai tüzekre, ott detto ugyanez volt, óriási küzdelem volt, sőt még ugye az Egyesült Államokon belül is volt ugye még a Trump éra alatt egy nagyon durva tűz, és ott hasonlóképpen lehet, vagy hasonló fotókat lehetett látni. Nagyon súlyos az egészet, aztán most lehet tudni, hogy Kanadában minden idők, vagy Kanada történelmek legnagyobb erdőtüze. Azért elég. Nem is olvasol róla annyit, vagy én nem láttam most ezeket a kanadai híreket. Valahogy nem jött elő, pedig... Azt a mindenit. Hát ez fél Amerikát beterítette. Igen. Ez nagyon durva. Az tök érdekes, hogy az autóforgalmat nem állítják meg. Gondolom látni látsz, hát nem éjszakai hát, sötét van. Oké, csak ott az autóforgalom miatt egyébként is van egy légszennyezettség egy 10 milliós városban. Aha. Most erre még ráül ez a smog, azért az már durva együtt a kettő. Az nagyon kemény. Na mindjárt megkérdezzük, Andis, itt van velünk már, hogy New Yorkból minden igaz. Hello Andis, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt nektek. Jó reggelt. New Yorkból, hát ott még várjál, ott még hajnal van nektek, vagy éjjel van, vagy mennyi az idő? Hajnali 1:12 van, igen, hajnal van. Igen. De rendes vagy, hogy akkor fennmaradtál. De hát a képek alapján tök mindegy, hogy hány óra van, úgyse látsz semmit. Nem lesz látni semmit, egyébként csak a fényeket lehet világítani. Nagyon érdekes, hogy amikor tegnap délután csütörtök, így az időeltolódás miatt, a itteni idő szerint mondom, szóval csütörtökön délután átjöttem Washingtonból New Yorkba, akkor igazából azon csodálkoztam, hogy száll le a repülő. Tehát előttem töröltek két járatot, utánam töröltek két járatot, és tök mák volt, hogy az én repülőm jött, és amivel mi repültünk, az le tudott szállni, teljes a káosz. Tehát a LaGuardián és a Newarkon, és ugye a látótávolság nagyon gyenge, tehát még most is nagyon rosszul lehet látni, tehát ez nagyon megnehezíti a pilóták dolgát, illetve hát ugye tele van pernyével, ugye itt azért nagyon sokszor a hajtóművekről, tudjátok, a repülőgép hajtóműveknél ez óriási problémát jelent, hogyha az belemegy a hajtóművekbe, ezek a mikroszemcsik. Egyébként ugyanezek veszélyesek az emberekre is, tehát hogy itt nem csak a láthatóság, ugye mindenki tényleg most már mindenhol az apokaliptikus szót lehet hallani, tehát nem csak a láthatóság, hanem hogy mi van a levegőben, meg mit azok a mikroszemcsék, amik a gépekre kihatnak, hát az emberekre, és hát itt a 10 milliós New York az a legkevesebb, itt az egész keleti partot befette, tehát most már ilyen 100 millió ember fölött van, akinek hatással van az életére, és ugye én is, amikor megérkeztem, elkezdtem embereket kérdezgetni, illetve a barátokkal, akikkel vagyok, illetve jöttem, hogy ők hogyan élik meg mi történik velük, és hogy mennyire gázoz a történet, de érezhető. Tehát leszállsz is olyan, mint egy ilyen száraz, olyasmi, mint amikor bemész egy ilyen kolbászfüstölőbe, tudod, és érzed, hogy abban a másodpercben lehet érezni az ízét, tudod, és kapar a torkot. Tehát ez az első reakció, és tök jó, hogy mindenkinél van maszk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból az elmúlt 24 óra kritikus volt, mert tényleg mindenki felvette a maszkot. Persze hülyét is láttam, tehát kiléptem a szállodából tegnap, és futott valaki. Na most, tehát, tudod, ilyen reggeli futák. Nem hittem el, tehát Washingtonban eltűnt a Washington Memorial, az emlék, mint tudjátok, az Obelisk nem lehet látni, vagy a Lincoln Memorial, ahol ül Lincoln a hatalmat, ködbe borul, és valaki meg fut. Tehát ugye, hogy mindig van egy-kettő. Volt meg valahol ingyen maszk, lehet, hogy azért futott. Mert hogy egyébként ugye az államkormányzója 1 millió maszkot tett amúgy, 1 millió elérhető maszkot tett. Legalább végre tudják valamire igazából használni ezt, aminek van értelme. Nem? Ezeket a maszkokat. Hát ez még a Covid maszkból volt, és ugye New York polgármestere osztotta ki, de sokkal több embert érint. Tehát itt most már akkor, csak hogy mondom gyorsan, egyébként utána néztem még tegnap, amikor megjöttem, hogy kritikus hely, Seaford, Richmond, Charlottesville, Washington, Philadelphia, Harrisburg, New York és Buffalo, tehát hihetetlen nagy városok, és az egészségügyi határérték sokkal többszöröse. Tehát, hogy most megnéztem, ezt úgy hívják, hogy levegő minőségi index, ugye ez olyan 20 és 50 között kéne lenni, hát ezekben a városokban 150 és 450 között van. Egyébként most nem New York a legrosszabb, hanem Philadelphia, most 450 ez a szám. Ugye ez 9-szer több, mint az egészségügyi határérték, vagy ami káros lehet az egészségre. Szóval őszintén katasztrófa van, és úgy közben mindenki kérdezi a meteorológusokat, hogy jön-e a szél, de nem jön. Tehát olyan széljárás van, hogy így beragad teljesen, és utánpótlás meg van. És azért 20 000 ember telepítettek ki Kanadában, de
de ugye ez hatalmas. Már mi már azt olvassuk, hogy 120 ezer ember, 120 ezer ember, 3,8 millió hektárnyi terület perzselődött fel, 120 ezer ember, aki kiköltözött. Sorry, én amikor még elkezdtem nézni, akkor még csak 20 ezer, de a lényeg az, hogy nem tudják eloltani. Tehát most Biden hozott egy intézkedést, hogy aki bevethető tűzoltó felszereléssel együtt átviszik és segítenek, de ugye ez egyfajta önmagukon is segítenek, hiszen hogy a keleti part miatt hát nagyon, nagyon szükség van arra, hogy valamit megoldjanak és tudják kezelni, mert hivatalosan úgy volt, hogy péntekre leül, a normális széljárás szerint ezt innen kifújja a szél, de képzeljétek, nem, tehát, hogy én is csodálkoztam, hogy majd amire ide jövök, addigra már enyhül a helyzet, de nem erről van szó. Tehát mesélték, hogy mielőtt felszálltam csütörtök reggel, az utca túloldalára sem lehetett átlátni. Tehát egy mitől 20 méteres utca túloldalára sem. Tehát most át lehet látni, de ugyanolyan rossz a levegő minősége. Tehát, hogy lehet érezni, én is maszkba jöttem. Tehát a repülőtértől hazáig, idáig én is, és felveszed, mert érzed. Tehát nem csak az, hogy látod, hanem lehet érezni. Volt folyt a szemed, tehát ilyeneket meséltek, volt aki kövött. Azt mondta valaki, hogy olyan érzés, mint hogy amikor közelhajolsz a tábor tűzhöz, és a füstpont a te tüdődbe megy bele. Tehát voltak, akik így érezték ezt a történetet. Tehát ilyen eléggé nehezen kezelhető, és szerintem azért nehezen kezelhető, mert hogy nagyon sok emberről van szó, és nagyon nagy területről. A normál élettel kapcsolatos szabályzások azok még nem jöttek be? Tehát, hogy nem lehet kimenni munkahelyeken, az van, hogy akkor most oké, megállunk, mert egyszerűen veszélyezteti már az egészséget az, hogy eljuss odáig? Ezeket még nem szabályozzák? Tehát az élet folyik tovább. De hát három, megmondom őszintén, amikor leszálltam csütörtökön is, mindenhol a híradások azzal kezdték, hogy a különböző államokban az alapvető szabályozás, ugye nagy piros betűkkel kiírják a hírekbe, tehát a breaking news mellé, hogy ne menj ki otthonról, ne szellőztest, ne indítsd be a légkondit, hogy ott se cirkuláljon a levegő, mert ugye a légkondik azok nem levegőszűrő berendezések, azok ugye csak cirkulálják a levegőt, tehát az sem tesz jót. Ne menj ki az utcára, mindenképpen viselj maszkot. A gyerekeknek lefújták az összes kültéri programját, az iskoláknak lefújták a kültéri testnevelés órákat, a különböző sportrendezvényeket, a profi sportrendezvények, a baseballt, meg a kültéri futásokat lefújták mindenhol. Tehát, hogy nagyon sok embernek megváltoztatták az életét az elmúlt két napban, és ezek az intézkedések szerda délután kezdődtek, és igazából csütörtökre kezdték el így folyamatosan lezárni ilyen szempontból, hogy mindenki maradjon bent, ne menjen az utcára. Turistáknak, tehát külföldieknek nekünk is megüzenték, maradj a szállodában, ne menj ki. Szóval ezeket így most is fenntartják nagyjából ezeket, illetve hát készülnek, mert több százszorosára nőtt az aszmával kapcsolatos megbetegedések száma, hogy fölkészültem, hogy ezt így el tudjam mondani. Szóval nagyon-nagyon sokan a tüdő problémákkal, hát ugye ez elég egyértelmű, tehát ha ilyen tömény füstöt lélegzel be hosszú időn keresztül, egy nagyon jó matek volt ezzel kapcsolatban, hogyha 2-3 percre kimész New Yorkban, vagy mondjuk Philadelphiában, az olyan, mintha 60 percen keresztül nagyon erősen dohányoztál volna. Tehát talán ez mutatja a legjobban, hogy milyen. Tehát 2-3 perc kint, az olyan, mintha 1 óra folyamatos dohányzás. Na ezt a mintát mondták, és ez talán nagyon jól mutatja, hogy miről van szó. De az egyébként megoldás lenne, hogy esetleg feltámadna a szél, akkor arra lehetne számítani, hogy mondjuk ezt a pernyét, ezt a smogot, ezt a füstöt, ezt elviszi? Igen, most a legutolsó számítás szerint, ha minden jól megy, talán vasárnap fel tudnak lélegezni a szószoros értelmében, vagy a szó átvitt értelmében is. Tehát, hogy vasárnapra már jöhet olyan széljárás, ami az Atlanti-óceán felé, vagy az Atlanti-óceántól, tehát egy ilyen nyugati vagy keleti szél, tehát mindenképpen kimozdítja, mert most a legnagyobb probléma az, tehát itt olyan Várjál, ma András, hát ez ugye egy feltételezés csak, hogy kifelé fújja a szelet, hát érted, azt most ők tudják, nem, hogy a másik irányba fúj esetleg a szél. Nem, tehát most beakadt, tehát nincs olyan erős szél, ami miatt elvinné, és ráadásul arról van szó, hogy állandóan van utánpótlás. Most, hát tudjátok milyen a meteorológia, tehát, hogy előre jeleznek, és most abban bíznak, hogy vasárnapig ez az egész keleti part kitisztulhat. De hát tudod, ez olyan, hogy feldobsz egy 100 forintos, vagy fej, vagy írás, most nem tudom, itt abban bíznak, hogy vasárnapra fel tudnak lélegezni. Igen, azt mondják, hogy 20 és 200 nanométer átmérőjű égés termékekből álló felhő az, ami terjed, és a meteorológia
hozzátette, hogy néhány nap alatt Európát is elérheti. Te hallottál erről valamit, hogyha a szél felrepül, vagy valami történik, hogy felrepül, a levegő az úgy, vagy a mozgás a szél elhozza, akkor az eljuthat Európába? Elméletileg eljuthat Európába, és ugye pont amit mondtok, ezek a mikroszemcsék a legnagyobb gáz. Tehát nem maga a füst, ugye a füst az olyan, hogy belélegzett, kilélegzett, hát azért ezt már élték túl emberek, hanem hihetetlenül sok vegyi, meg ilyen kémiai anyag szabadulhatott fel, amelyek nagy apró szemcsék, és most már arról beszélnek, hogy ez bekerülhet a véráramba. Tehát belélegzett, viszont már nem lélegzett ki. Tehát ez a tipikus eset, tudjátok, a tüdő olyan, mint a szivacs, és hogy ennek milyen hatásai lesznek, és ugye ezt még nem is lehet tudni, hogy mennyi idő alatt. Igen, azt mondják, hogy Magyarországon enyhén megnőhet, és a naplementék és a napkelték színének változásból lehet majd következtetni a hatására. Tehát akkor fogjuk látni, hogy a magas légkört elérte, amikor megnő, vagy amikor megváltozik a naplementé és a napkeltének a színe. De hogy mire ide ér, addigra a magas légköri viszonyok között ér ide. Tehát, hogy nem fogjuk érezni, de fönt lesz a levegőbe fölöttünk, mint nem tudom, 20-30 kilométerre. Azért ez nagyon izgi. Kanadába nem mész. Nem szeretnék, tehát az az igazság, hogy Washington is gáz volt a levegő, tehát amikor eljöttem csütörtökön, hát most New Yorkban, meg New Jerseyben szintén nagyon gáz a levegő, tehát egy pár nap múlva szeretnék hazamenni. Tehát nem gondoltam volna, hogy ebbe bele csúszom, nem terveztem tudósítani, meg nem terveztem erről beszámolni, de hát amikor látszódott, hogy ez itt abszolút vezetőjű, tehát mindenhol ez van, és ennyi embert érint, tehát azt már nem lehet szó szerint szó nélkül hagyni, hogy 100 millió ember kritikus, hát mondjuk az, hogy nem smog, ez füstben van, akkor hát nálam volt az ATV-s mikrofon, és akkor így született. Hát akkor már ott vagy, le kell ugrani. Figyelj, Washingtonban mit csináltál? Az publikus? Hogy ott mi volt? Mit csináltál Washingtonban? Hát publikus, mert kitettem az Instára, igen, sikerült a Fehérházban egy kis turistáskodás volt, barátokat látogattunk, illetve bementem hát átnéztem egy kicsit, vagy beugrottam a Fehérházba, lehet így fogalmazni, megnéztem, hogy milyen belülről. Az olyan, hogy ugye oda megyek, és azt mondom, hogy én vagyok a riporter, tessenek beengedni? Csokkolom, jöttem. Jó napot kell. Fél kettőre van online jegyfoglalásom. Magyarországról, hogy forgatnék. Barátok alatt vannak ott orosz hírszerzők. Bevitt a rosszatom. Ez jó. Tehát mennyi idő lesz szervezni? Igen, mennyi idő, egy fél év, egy év? Vagy mennyi az akkreditáció, mire te oda bemehetsz forgatni, vagy kérdezni? Ugye mondom, akkor nagyon, nagyon kemény. Nem egyszerű, tehát nem 5 hónap. Januárba kezdtem. Tehát január, és hát ugye most arra sikerült. De nagyon érdekes volt, és nem egyszerű. Most nem menjünk bele a részletekbe, mert ez inkább ilyen hivatalos út, meg mit tudom én, nem volt egyszerű. Jó, de azért Biden feküdt a kertbe, vagy láttad elesni, vagy botorkáltott, vagy volt valami? Igen. Kiszállt a helikopterről, integetett, elesett valami volt, felsegítetted Biden? Nem verted be a fejét a helikopterben, nem esett le a lépcsőn. Igen, mindenki erre számított, hogy majd felsegítjük, és majd segítünk neki, ott botorkál jobbra-balra, de nem volt semmilyen. De voltunk abban a szobában, ahol vacsorázott aznap este, meg a következő este is. Tehát honnan lehet tudni, hogy le volt borulva egy tálca, és minden tiszteléten marad? És az ominózus ovális irodában is a Bill Clinton nagy dolgokat hajtott végre, Monica Lewinsky, oda nem mehetél? Azt távol tartják a külföldieket az ovális irodától, ugye az a legjobban védett hely. Ha külföldiek mennek, akkor vagy vendégek, akkor általában nekik a keleti szárnyat mutatják meg, és ugye a munka, meg az ovális iroda, ugye az meg inkább a nyugati szárnyban van. Tehát de mondjuk ugyanúgy használatban van. Tehát itt képzeljétek el, hogy ugye itt lakik, fönt mondjuk a második, harmadik emeleten a családdal, és közben meg ezeket a szobákat, meg étkezőket, meg báltermeket ugyanúgy használják, és közben meg kinyitják egy-két órára, hogy meg lehet nézni. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha itt Európában bármelyik miniszterelnök saját lakását nyitná ki, és mondja, hogy amíg én itt zuhanyozok, addig nézzétek meg a nappalit. Hát körülbelül ilyen a történet. A igen, azt mondják, hogy Biden ugye nagyon szeret kezet fogni ott nem álló emberekkel, hogy a láthatatlan emberek csarnokát láttad esetleg? Az invisible nem. Ahol Biden mindig kezet fog valakivel, aki éppen nem állott, és nincs ott senki. Invisible hall. Invisible room. Nem invisible people, tudod, akikkel kezet fog, igen.
Igen, hát jó, hát még 4 évet neki, hát sokat. Hát nem tudom. Nem tetszik az amerikaiaknak sem. Tehát akikkel én beszéltem, nem akarok általános, de nem szociológiai felmérést csináltam, de azért nekik sem tetszik. Tehát néha ez már kicsit olyan ciki, meg sajnáljuk. Tehát tényleg, hogy 24 órán belül leesik a pódiumról, beveli a fejét. Ezt már az amerikaiak 20 éve megcsinálták tényleg a nagy durranásba Tupper Hardy-val. Tehát hogy ez ott az amerikai Egyesült Államok elnöke, ő volt Biden. Elesett, megbotlott egy rákba, ledarálta a baseball sapkát a helikopterrotort. Tehát ez a jövőben láttam. Ők mindig a jövőben látnak. Hát ezt a narancsárga képeket is megcsinálták a csillagok közöttben. Hát így indul a csillagok között, csak ott porfelhő van, ugye? Ott is ég, nem tudom miért, gyönyörűen néz ki, és a narancsárga képekből repül el aztán a főszereplő. Ugyanezt történik, hogy már nem tudnak ott maradni a földön, mert ég minden. Hát ez van most New Yorkban is. Nagyon kemény. András, nagyon köszi, vigyázz köszönjük magadra. Szépen. Örültünk, hogy hallottuk a hangodat. Hova mész legközelebb? Tudod már, hogy mi a következő, vagy az még most nem publikus? Képzeljétek el, szeretnék elmenni pihenni, és most nyaralásim a családdal, és most már nagyon várom, hogy most a következő pár hét az nyugodt lesz, és most már nem, ja. Most kell egy kis kikapcsolódás. Nem beszéltünk, de azóta voltam már Izraelben, pont amikor a háború volt, előtte voltam Afrikában, Nigerben, szóval toltam az elmúlt hetekben keményen a tudósításokat, és most kell, most hát engedjétek meg, jár egy kis pihi. Uh-huh. Jó, de azért kamerát, mikrofont, vízzel. Mindenképpen vigyél magadra. Persze, azért. Hajdú Szoboszló félpanzió, hát azért ott hát történik. Nem, Szentpéter már előtt egy szép dácsát kapott. Vagy. Jó utat neked, vigyázz magadra, köszi András! Köszi! Köszönjük szépen Novák Andrásnak, köszönjük szépen az ATV riporterének. Nem, de tényleg, hát a csillagok közöttben ez van. Ezzel. Csak azt mondom, ott porfelhő van, vagy mi van? Ott nem, ott nem. Porfelhő van, és utána vannak a tűzők. És utána ég is. Ugyanilyen narancsárga felhő van. Hát ez New Yorkot most megnézel, tehát egészen megdöbbentő. Egészen megdöbbentő. És a gyerekek megint behúzhattuk a szeles kérdést. Kicsit nehezen jött elő a kérdés. Mindenki fölkészítette. Uh-huh. Igen, most nem tudtam rátok tenni de nem annyira. De nem baj. Mert ti csak előkészítettétek most. Én tettem föl, de ti csak megágyasztatok neki. Azért jó, hogyha mi finoman, de nem direkt módon, hanem finoman alá dolgozunk, mert ilyenkor jön elő az, hogy valójában hallgat-e minket. Tehát, hogy ez pont elég, hogy a kis csali, az már mutatja azt. Arra lehet volna csapjon, ha tudja. Lecsapjon, jaj, gyerekek, hát hallgatlak minket. Nem hallgat. A Márk Andris, hogy hallgatna, nincs itthon. Hát ő aztán végképp nem. Ismer minket, szeret minket nyilatkozni, hiszem, ő jön, megy, tehát nem tud. Meg a rádió agyint hallgatja. Nyilatkozott eddig, most már nem hiszem. Szerintem hozzá, hogy csak a Russian TV van bekötve. Nincsen Netflix semmi, csak az orosz tévét nézi. Ja, de ez nagyon durva. Zsűl talált valami New York Times cikket, és azon belül Amerika térképet. Figyeljetek, ez nem egy Magyarország méretű felhő, tehát ez Michigantől kezdve, Ohio-n keresztül, Tennessee, Missouri, Minneapolis, minden állam, minden városában ott van egy olyan narancsárga felhő, ami belepi fél Amerikát. Tehát ez nem gyenge, ami jön Kanadából. Mekkora tűz lehet ott? Ugye keveset hallunk erről a kanadai tűzről. Igen, nagy hírverésen. Milyen szomorú azért ez, hogy nem tudsz róla, hogy nem hozzák föl oldalak, hogy megint mennyi ember ég. 120 ezer ember telepítettek ki, egészen durva. De ez a narancsárga felhő, ez nagyon kemény. Tehát ez komplett Amerika fölött ott van. Hozzánk is ide ér. Aztán jön Európába, csak ugye magasabban lesz. Hát meg addigra fölhigul nyilván. Meg addigra egy kicsit fölhigul, igen, átér az óceánon. Azt mondják, hogy az évnek ebben a szakában mindig vannak erdőtüzek Kanadában, de ez most valamiért durvább lett. Na jó, van, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után. Balázsék a Rádió Egyen! 3:48 lesz, 2 perc múlva. A Rabona Pest felé, Pest felé autó az árokban most történt, szakad az eső, torlódás várható. Rabona? A Rabona, az a győri lehajtó, nem egyesen, a győri pihenő. Igen. Ó, Istenem, mikor megyünk Bécsbe, mindig ott kell megállni. A győri pihenőnél? Igen, az a Rabona észak. Igen. Azon kifele. Értem én, hogy kell a víz a földekre, a beton már lassan lehet aratni, Balázs küldte nekünk. Ez az, ami nem válogatható. Ez nem, de akkor ezt meg is támogatjuk gyorsan. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Te ennek mi a baja ennek a maláj hegymászónak, akit ez a gerelyes erpa lehozott a hátán, aztán büszke, meg se köszönte? Büszke.
Az megvan ez a sztori? Meg. Ugye hát sajnos van szomorú apropa, és ennyit beszéltünk régebben a Monteverestről, ugye, de ez most egy másik hír. Egy serpa lehozott a hátán a halálzónából talán egy maláj hegymászót. Kínai, nem? Egy kínai vagy, vagy egy kínai hegymászót, igen. Vagy egy maláj hegymászót, igen. Maláj? Lecipelte a hegyről a csávó a hátán. Na most azt gondolod, hogy az ember akar azt mondja, hogy köszönöm szépen, és hálás vagyok, és megmentetted az életemet. Minden évnapra születésnapra meghívja, aztán mindenhonnan küld neki majd képeslapot, meg karácsonyi ajándékot, üdvözlőlapot. Nem. Igen. A maláj hegymászó nemrég nemes egyszerűséggel letiltotta a Gellje serpát az Instagramon, és a partner cégnek köszönte meg a segítést, és egy alkalommal konkrétan azt írta, hogy az életét is neki köszönhetik. Tehát magát a partner cégnek, miközben a csávó lemászott az Everesten. Igen. A hátán a már-már haldokló turistával. Mi a baja ezzel? Miért nem köszönöd meg neki? Igen, ő is egy profi hegymászó egyébként, ez a maláj ember, tehát róla tudni lehet már, hogy azért többször megjárta így a hadakutyát, így pár ujjába is kerültek már a kis túrái a mindenféle 8000-eseken, de valószínűleg egy ilyen nagyon büszke, nagyon rátarti mászó, aki elég nehezen viseli el a tényt, hogy ő másoknak a segítségére szorult. Hát olyannyira a mások segítségére szorult, hogyha megnézzük a képet, akkor gyakorlatilag egyfajta hátizsákként fekszik ugye a serpának a hátán, aki a hozza lefelé, az nagyon durva, tehát hogyha belegondolunk azért, na, hát ott egy 80 kilós terhet cipel emberünk lefelé. Na jó, de miért tiltod le? Tehát, hogy oké, hogy lehoz. Mert ciki. Ciki, kellemetlen. Érted? Kellemetlen, hogy kivette a képet, ja, ahogy értem, a nagy hegymászó nem jutott föl a hegyre, le meg még úgy se jutott le, uh-huh. És akkor így most szépen azt gondolja, hogy ez az ő ennyi. Életében. Hát milyen ereje van ennek a serpának? Te sem büszkélkednél vele, hogyha mondjuk a mergával lerohannál, és aztán egy alfa rohanna segítség. Bizony. Te még kiraknál? Kiraktam a lebe, még a benzin is elfogyott, kiraktam a szalakorlát, ott ültem. A Lexus beírt, hogy köszönjük a Lexus támon nevében, vagy egy Lexus elő ezt a pont a Merci térted, és bekommentelt a Lexus Hungary, hogy jó arc, hogy köszönjük szépen, hogy kiraktam, igen. Na most azért az érdekes, hogy oké, hogy a serpa kirakta, hogy a hátán viszi le. Na de ott egy bebugyolált embert látsz, és az emberek nagy többségének azért az ő neve nem mond semmit, hanem nem. Vagy hegymászó. Igen, hát, plusz még egy dolog, hogy ő halott lenne, ha ez a serpa nem hozná le. Így van, ugye? Így van. Szóval az életedet kéne neki megköszönni, és itt valami dacolás van, visszatérve a beszélgetésünk, mondtam, hogy kínai, hogy most ugyanez történt pár nappal ezelőtt, hogy egy kínai nőt hoztak le ugyanígy, és képzeljétek el, ott ugye úgy volt, hogy a serpa segített egy kínai srácot följutni. Megtalálták a nőt, aki gyakorlatilag halál közeli állapotban volt, és azt mondta a kínai srác, akit kísért a serpa, hogy akkor én nem megyek föl az Everestre, hanem segítsünk nagyon ennek korrekt. A nőnek. Nagyon szereztek korrekt. Még egy kínai hapsit, aki szintén azt mondta, hogy akkor én nem megyek föl az Everestre, ez a csúcs alatt inkább volt. Mentsük meg a nőt. Mentsük meg a nőt, és mondta a serpa, hogy oké, a mentés az $10,000. Uh-huh. Mondta a két csávó, hogy rendben van, leértek, és mondták a nőnek, hogy figyelj, életbe vagy, meg minden, jössz egy tízessel a csávónak. Azt mondta a nő, hogy én? Hát én nem kértem. Hát én lejöttem volna. És ő lejött volna magától. De nem tudod, hát a halál, tehát nem. Gyakorlatilag 5 perccel nem. A halála előtt találták meg. Nem tudott volna lejönni, az alaptáborig hozták le, úgyhogy a serpa cipelte, és a két csávó fogta a lábát a két kínai srác. Azt mondta a nő, hogy nem, és akkor erre a két kínai srác azt mondta, hogy oké, akkor kifizetjük. Akkor mit, összedobjuk, jó. Igen, felejtsd el a dolgot. Hogy ez most ez egy ilyen divat? A Himaláját mászók között, hogy durci vagyok? Hogy nehogy leszednek, és nem köszönöd meg. És meg se köszönöd, nem akarod kifizetni, hát az életed múlik rajtuk, ember. Az biztos, hogy nyilván azok között a körülmények között sajnos sok tragédia pont ezért történt meg, hogy nem tudnak felelős döntést hozni, tehát dönteni kell helyettük. De lent azért már egy picit magukhoz térhetnének, amikor kicsit több az oxigén. Igen, és azt mondod, hogy köszönöm, mivel tartozom. Igen. Itt van a két kínai csávó, pont ma reggel találtam meg a cikket, és mindenki meg akarja ölni, ez egy nő volt ráadásul, aki fönnmaradt, és akkor azt mondta a kínai srácok közül az egyik, hogy a megmentése a mi döntésünk volt, a hála kifejezése pedig az övé, ez két külön dolog, nem vagyunk egyformák, mondta a csávó, és ketten kifizették a 10 000 dollárt. Milyen jó szellemiség azért. Hát igen, de a nőt nem érted, meg ezt a csávót se érted. Na, de miért tiltod le minden közösségi oldaladról a serpát, aki hát a serpa ráírt, hogy szia, én vagyok a személyesen, aki lehozott, nem az
ügynökség. Igen. Aha, hogy, mert ő, ő ugye az ügynökségnek megköszönte, aki szervezi ezeket az utakat, de hát a serpa meg ugye egy picit azért személyes ilyen támadásnak vagy hálátlanságnak érezte, hogy őt, aki cipelte a 80 kilót, meg se említik sehol. Nem baj, mindesetre jó magára rántotta a jakszaros vödröt ezzel. Igen, kapott? Persze, rettenetesen kapott. De rettenetesen kapott, utána már kicsit visszakozott is, és aztán végül is megköszönte ugye a serpának azt, hogy gyakorlatilag megmentette az életet, de mindenféle hegymászó fórumokon óriásit kapott a csávó. Mondjuk meg is érdemli. Óriásit mert kapott. Hogy ez egy presztízsveszteség, hogy a serpának a hátán jössz le. Igen, de, igen. Miért nem húzzák így lefele, még azt a hátra? Á, meg kopogna a fejed a bézéje, igen. Odaér mindig a feje, tehát föl kell, hogy vegyen a hátára. Igen, kopogos. Gondold el, hogy azért 8000 méteren egy 80 kilós embert így felkapni a hátadra. Hát azért az még azért itt normál levegő vételi viszonyoknál is a negyedik emeleten, és azért és el kéne veled sétálnom a bejárati ajtóig. Uh-huh. Hát szerintem azért... már itt az ajtónál alattam lennél. Oké, és amikor a csávó nem volt 100 kiló, de mondjuk csak 80 kiló. Akkor is. De ha csak veled kéne, hát 60 kiló, 70 kiló? 60 kiló. Hát csak így föl kéne sétálnod a negyedikre veled. Ne, brutális. 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 Az. Hát, na... Tehát ugye ezek az emberek, ugye mindig szoktuk mondani, hogy persze ez van, akkor az persze, erre születek, persze, nekik is rohadt nehéz. Tehát, hát azt mondják, hogy még fél kilót is megemelni nagyon nehéz. Igen. Ugye nem írt rá Sárpa Asszák, hanem bekövette, és azt tiltotta le. Uh-huh. Tehát te lehozol engem a hátadról, követsz az Instagramon, és én kiraklak téged. Uh-huh. Ne nézegesd a képeimet. Most már van valami közünk most... egymáshoz, bekövetlek. Igen. Ez a csávó egyébként, aki nem köszönte meg a Sherpának, hát, hogy is mondjam, nem túl szerencsés, 2007-ben 8 ujját elvesztette fagyás miatt egy expedíción, tehát már lehetne egy tisztelet, érted? A hegy iránt, meg a serpák iránt. Aztán valami volt, hogy ő megköszönte később vagy előbb, tehát valamitől aztán nyilatkozott. Azért tiltott a nyilvánzsára. Igen. De hogy... Annak altással, hogy egyébként mindenki keresztre feszített, és mindenki mondta, hogy velünk találkozol, legközelebb ott maradsz. Vajon a serpák vagy ezek a szervező cégek, ezek neked megmondják, ha te nem vagy olyan állapotban, de van 20 millió forintot, hogy nem ásszál föl, haver? Meg. Megmondják? Megmondják. Meg. Na de hát most már azt látod, hogy kínai, japán, kerekesszékes, lábnélküli, vak, mindenki megy föl. 80 éves, 70 éves, tehát mindenkit valahogy fölrángatnak. Attól függ, hogy miért fizetsz, tehát hogy ők ezt letisztázzák. Nekem azért fizet, hogy vigyem föl. Igen. Menjem, nekem van 30 millió forint, amit föl akarok menni az Everestre. Ő látja az alaptáborba, hogy figyelj, Bali. Nem fog menni, haver. Tehát, hogy egyelőre a cipőt sem tudod befűzni. Nem ennyi. Vagy ő beadja 30-at, és megpróbál fölvinni, és 7500-en azt mondja, hogy forduljunk vissza. Egyrészt, tehát, hogy ő felelősség tartozik a Kunchaftért, tehát, hogy neki az önmagában onnantól kezdve, hogy aláért a szerződést, neki fel kell juttatnia. Van, amikor a pénzét is csak akkor kapja, tehát nem előre fizetik, hanem amikor már megvolt, gyakorlatilag ugye felle útról beszélünk, akkor kapja meg a lóvéját, amikor sikeresen letudták az egész túrát. Egyébként meg óriás presztízsveszteség neki, tehát nyilván nem szívesen szerződnek egy olyan serpával, akinek mondjuk 10 kuncsaftjából már 9 fönnmaradt. Úgyhogy hogy ez mindenképpen, tehát hogy nekik ez minden, tehát hogy látja, hogy te fizikailag olyan állapotban akkor vagy. Akkor szól, hogy nem. Így van. Aha. A döntést aztán te hozod meg fönt, tehát hogy fönt, hogyha te azt mondod, hogy te tovább mész, vagy te nem vagy hajlandó, egy tapottat sem menni onnan, ő egy idő után nem fog ellenkezni, egyszerűen azért, mert ő is ott meghalhat. És aztán pedig onnantól kezdve az erőszakkal nem fog tudni így nem fog összekötözni és a hátára venni és lehozni, akkor ott hagy. Mert kénytelen ott hagyni. Hát a saját életét is kockára teszi. Így van, de ő elmondja neked, ő mindent megtesz azért, hogy felvigyelt, hát, viszi magával a kaját, 20 millió vagy a 30 millió, tehát hogy te egy szolgáltatást veszel ott igénybe, ő azért megpróbál fölrángatni. Oxigén palackokat, stb. De hát nyilván van egy bizonyos határ, amikor már azt mondják, hogy köszi, nem. Azt, hogyha ennyi ujja hiányzik, lehet, hogy félrenyomta a követést, tiltást felé. Tehát hogy ez lehet, hogy a 8 ujja hiányzik, nem akar tőle tiltatni a serpát. Csak egy jobb közép. Vissza akarta lájkolni. Bal kis ujj, az már azért nem ugyanúgy Instagramozó, mint a 10 ujjat volt. Igen, nincs 10 ujj, akkor lehet, hogy csak félre nyomod. Na érdezzük, mert hogy közben már tényleg olyanokat hallasz, akik feljutnak, nem? Oké, hogy oxigénpalack, aminek de valahogy azért így felviszik őket a láb nélkül, kéz nélkül, magon. Mondom, 80 évesen, tehát hogy közben meg óriási sporteljesítmény, de azért ezek a serpák, amiket átélhetnek ott, meg amilyen sztoriaiak ezeknek lehetnek, meghallgatnék egy ilyen beszélgetést, amikor 80-10 ezek így ülnek a sátorba. Meg az utolsó expedíció, jön a tél, lezárják a hegyet, nem lehet más, és így leülnek sztorizni, hogy ők kiket vittek oda föl, meg hogy vittek föl, meg hogy hoztak le, meg hogy ott mik történtek, nem? Biztos, hogy nagyon izgalmas.
egyébként. Nagyon kemény. Hogy milyen inkompetens embereket visznek föl, csak azért, hogy valakinek van 30 millió forint, és akkor elmondhassa, hogy ő megmászta az Everestet. Nyilván nem nagyon nagy dolog, tehát én nem alacsonyítom ezeket a palackos mászókat, meg menjen, ha valakinek ez az ego tripje. Tehát jó erőbe kell lenni, hogy azért föl tudjál menni, persze. Mindig mondják ezt, hogy a palackos mászás meg versus palac nélküli tiszta mászás, de ha palackkal fölmész oda, az önmagában már ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény fizikailag, de fitnek kell hozzá lenni. Tehát fel kell készíteni. Nincsen olyan, hogy akkor fogom magam, és akkor itt, mit tudom én, most nem akarom megbántani, és Zsűl mondjuk most úgy döntene, hogy akkor fölmegy az Everestre, hát lennének gondjai. Hát én szerintem már gyors forgalmi. Szerintem a gyors forgalmi nagyon jegne. Hát, hogy gyors forgalmi a 142E, amivel menne a Ryanair járatára, hogy elrepüljön a Dubájba, onnan megy Katmanduba. Ez tök tiszta. De akkor én küldök magamról egy képet, és 10 googolást, és akkor megmondja, hogy nem menjek, mert én ott már befizettem a 10 millió forintot, vagy 20-at, mire kérek az alattából. Két csináljak egy négy ütemű fekvő támaszt, hogy mit csináljak? Tehát ő honnan tudja, hogy mire én oda kimegyek, milyen állapotban vagyok? Én nem segít azt a látni fogok, szerintem az akklimatizációs köröknél kiderül az, hogy látja rajtad, hogy... Nagyon baj. Még ahogy hívják, mi most kijöttünk a sátorból, hogy a srác már támaszkodik, szívja az oxigént, akkor nem biztos, hogy... Szívesen beszélgetnék egy ilyen serpával azért, nem? Hát egész más, ugye a szervezetük földolgozzák ezt a magas egyi betegséget. Meg a hozzáállásuk a mászáshoz, és ők teljesen másképp élik meg ezt a dolgot. Számukra ez nem egy, ők nem a mászás miatt vannak, nekik ez megélhetés, nekik semmiféle teljesítmény, tehát ők nem gondolják azt, hogy ez egy nagy teljesítmény lenne fölmenni a hegyre, mert hogy ők egyébként nem is mennének föl maguktól a hegyre, mert hogy őket ez a sztori nem érdekli. Azért csinálják, mert valamivel meg kell élniük, de nekik a hegymászás az nem hobbiuk. Hanem az hát ez egy munka, ez hát olyan testi adottságaik része. Vannak, ott laknak, ott igen. Születtek, persze, hát bírják. Ráadásul spirituálisan is nekik ez egy ilyen paradoxon. Mert ők azt mondják, hogy a hegyen egy Isten lakik, és ők nem akarnak felmenni a hegyre, mert gyakorlatilag olyan, mint rátipornának az Istenre. És ez nekik spirituálisan ez egy nagyon komoly ellentmondás. Meg kell élniük valamiből, meg fel kell menniük egy szent hegyre, ahol egyébként semmi keresni valójában nincsen egyetlen embernek sem. A család eltartás. És viszont Isten fölött van egy kicsit most ebben az esetben. Ja. Igen. Már nagyon jó, egyébként nagyon jó dokumentumfilmek vannak a Netflixen is, meg mindenhol serpákról, meg hogy másznak, mit csinálnak, hogy tekintenek a hegyre, nagyon izgalmas. Igen. A köszönetről tavaly kihúztam a vízből egy fuldokló kislányt, 10 éves lehetett, visszaadtam a szüleinek, egy szót se szóltak, csak elsétáltak. A lányom hallotta, hogy azt beszélték a szülők, hogy miért tapogattam a lányukat. Jézus úristen. Szép napot ír a Szilárd. Mi kellett, hogy foggal kellett volna? Vagy horoggal és egy izével, egy macaggal. Gyere, kislányom, ja. Ki ez a felnőtt férfi? Miért fogdassa a lányomat? De nem tud úszni, a lányom. Most szedtem ki a Balatomból. Most húztam ki. Igen. Igen, az első soktól még az előfordulhat, hogy nem köszönöd meg, tudod, ha látod ott, hogy úristen bajban van a gyereked, valaki kihúzza. De 2 perc múlva azért odamész, hogy uram, köszönöm, iszik-e valamit élete végéig, én fizetem. Na írjatok, drága hallgatók, tényleg, tehát ki mire borul ki, hogy megcsinálta már, minden nap megcsinálja, egyszer megcsinálta, soha a büdös életben senki nem köszöni meg. Jó, ennek vannak embertípusok, akik erre nagyon ki tudnak borulni, ugye, hogy megcsinálok valamit. Nem tudom, a lakógyűlésen kiviszem a szemetet, vagy a házba, vagy bezárom a kukatárolót, vagy behúzom a kukát, és a büdös életben soha senki annyit nem mondott, hogy köszi. De te csinálod, jól esne. Igen, jó, már talán idegeskedsz, talán nem nyomod, csinálod, minden nap megcsinálsz valamit, és soha senki még csak annyit sem mondott, hogy köszi. Azért ez, hogy kiszeded a kislányt, és megvádolnak az, hogy fogdosod, ez elég erős, nem? Tehát azért ez te így ebben a formában elég erős. Életedben te vagy a pedó. Igen. Na írjatok, jó, drága hallgatók, tényleg, mi az a napi rutinszerű tevékenység? Megcsinálod, behozod, kidobod, összetakarítod, átvállalod, és senki nem akarja megköszönni. Nekem nincs ilyen. Nem is igényled, ugye? Én mindenkinek megköszönök, de nem csinálok semmit. Nem, te vagy, aki nem köszön meg semmit akkor. Igen, lehajtom a vécülőkét, igen. Na jövő mindjárt, 2 perc, pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Na mi van? Mivel van mi? Mi van mi? Mi, mivel van mi? Akkor én az udod? Semmi. Mi? Ja nem.
Ja, nem? Itt vagyunk, jó reggelt. Simi is del egy mitiszokkal. Mitiszok? Mitiszok? De mitiszok? Amit akarok. Mitiszok? Hónap duma, az év dumája. Mitiszok? Mitiszok? Mitiszok nagyon nagy duma. Jani elmesélte egy történetet 2-3 méter ezelőtt, azóta ez nálunk szállóige. Lejött a csávó presszóban, kérdezte, mitiszok? Mit és mindenki fizetett neki egy piát, megyünk, mert agyonvert. Aha, mitiszok? Igen, igen. Nem, ez velünk történt meg konkrétan, ugye egy kirándulás során egy helyi erőbe botlottunk, és ő volt az, aki oda támaszkodott az asztalunkhoz, és jelezte, hogy ő ott a menő, nem. És mit ívott egy Amit akart, és aztán mi gyorsan elhúztunk. Elmenekültetek a konfliktból. Huák voltak 14 évesen, egy nagy darab, tudod, kancsávóval 130 kilóval agyobbarva. Nem akartunk nagyon belemenni. Nagyon nagy duma. Na, ugye itt vagyunk, és arra beszélgetünk, hogy... De egy hallgató is itt vagy, na itt vagyok, Mizu, ez jó? Örülünk. De minden oké, de köszönjük, hogy jössz. Szóval arról beszélgetünk, hogy ugye egy hegymászót lehozott egy serpa, ez a Gerje serpa, uh-huh. és a maláj hegymászó letiltotta, nem, hogy megköszönte neki, aztán letiltotta, aztán mondta, hogy korábban megköszönte, meg később, meg a családjának is, minden esetben napokra kirakta a közösségi oldaláról, és valószínűleg a hegymászó közösség nyomására levette a tiltást aztán Gerje serpáról, és hát több posztban is magyarázkodott kicsit nyomorúságosan, és hozzátett, hogy ő már hetekkel ezelőtte megköszönte egyébként neki is, meg az egész családjának, hogy a csávó lecipelte a Monteverse-ről a hátán. Tehát ez valószínűleg nagy presztízsveszteség, ugye egy komoly mászónak. Aztán is beszélgettünk, hogy 10 ujjából 8 ávot fagyva. Tehát lehet, hogy tényleg a tiltás és a követés gombot, hogy csak rosszul használtam. De azt beszéltük, hogy vannak olyan élethelyzetek, ugye, amikor egyszerűen megcsinálsz valamit hetekig, hónapokig, évekig, vagy csak egyszeri nagy alkalom, megmentesz valaki pénztárcát vissza, mint tudom, és soha a büdös életben senki nem mondja azt, hogy köszönöm. Nem köszönik meg neked. Nem. Hát nagyon sok SMS van, nagyon sok SMS van. De itt van előtte István, hello István, jó reggelt. Hello, sziasztok! Hello! Ugyan olyan hangod, mint a Nováknak egy órája New Yorkból. Nem, nekem mit nem köszöntek meg is rám, mit csináltam? Hát Török Bálinton volt egy olyan esetem, hogy egy mama tolt egy rollátort, ez egy ilyen járássegítő eszköz, négy kereke van, és a Török Bálinti aluljárónál ott egy olyan 25 centis víztúcsa szokott állni, és arccal beleesett a néni a vízbe, én megfordítottam, újraélesztettem, kívtam ugye a mentőket, mentők mondták, hogy ha nem éreztem újra, meghalt volna, belefulladt volna a víz, de már annyi víz volt a tüdejében. Eltelt 2 nap, semmi probléma, mama nem köszönte meg, beadták a mentőbe, elvitte. Eltelt 2 nap, csöngettek nálam a rendőrök, jöttek, hogy olyan problémájuk van, hogy a mama föl szeretne engem is, most föl is jelentett, hogy egy nagy értékű fülbevalója az egyik, a párból az egyik darab eltűnt, ami 120 ezer forintba kerül egy olyan fülbevaló, hogy vagy kifizetem, megegyezünk jogi úton, vagy pedig be fognak perelni, hogy megmentettem az életét, de közben eltűnt egy fülbevalója. Ja, azt hiszem, azért azt mondom, hogy öngyilkos szeretett volna lenni, te meg megmentetted, és akkor ez micsoda világ, hogy ő már szeretett volna. Békében meghalt benne. Te meg ebben megakadályozod, és eltűnt a fülbevalója, és te megmentetted az életét, és még fel akart nyomni. Igen. És mi is jelentett volna, nem fizetem ki, mert oda került a forint, most el voltam kifizetni, nem akarom jövőtöttel el. De ki is fizetted a fülbevalót, ne csinálsz már. De mi följelentett? Hát ez följelentett, igen, utána elmentünk ügyvédhez, az ügyvéd elmagyarázta, hogy milyen jogi precedensekkel jár ez, hogy nekem mennyit kell majd utána szolgáljuk, hogy lehet, hogy jobban járunk, hogyha kifizetem ezt a úgymond kisebb összeget, hogy megnyertem volna a pert, csak én... Nem, budapesti lakos vagyok, és mire én oda felutazgattam volna, mondjuk 2 havonta egyszer, addigra lehet ingyen gatyám ráment volna. Ne, ez egy vicc, gyerekek. Inkább kifizetted a félbővalót. Ez nagyon kemény. Inkább azt a 120 ezer forintot kifizettem. Ez nagyon kemény. Mondjuk tisztességes vagy. Még az öreg, mi idős néniben is van azért. Van kurázsi. Arccal előre fekszel a focsolyában, és eltűnik a félbülbevalód, és feljelented a csávot, aki megben. Úgyhogy a tüdőt már tele van vízzel. István, köszi, vigyázz az idős nénikkel, kerekesszékkel aluljáróban. Jó, veszélyesek? Vigyázzok. Oké, ciao. Nem tudod, kivel kezdesz. Hello. Ugye, hogy az én néniben van kraft? Hát. Fulladásos halál után közvetlenül érted. Halló a fülbevalóról. Meg kérdezik is, hogy van kép a fülbevalóról, meg van még? Azt most kérdezik, mert nem tudom, hogy vissza tudná hozni az árát, hogy fél áron el tudja venni. Nem fura, hogy csak az egyik füledbe. Ja. Akinek 2 anyja van, azt fizette volna ki. Haverokkal horgászunk, és átbecsúszott a vízbe, nem tudott úszni, kihúztuk, hazavittük, meg se köszönték. Anyuka beszélget a barátnővel, közben 2 év körül gyermek lábbal hajtós műanyag motorral 2 autó között kigurul az érkező autó elé. Gyermeket az utolsó pillanatban sikerült megfognom, de engem elütött az autó. A telefonom eltört, betörtem az autó szélvédőjét, amit én fizettem. Köszönömet nem kaptam. De fentről figyelt valaki, mert a középső gyerekemre vigyázott a jóisten. Anyuka annyit nem mondott, hogy köszi.
Két évig nyírtam a füvet egy kutyafuttatón, nem lett volna feladatom, soha senki nem köszönte meg, egyszer kihagytam, és az önkormányzattól kaptam egy levelet, miszerint az elhanyagolt futtató rontja a város összképét, ezért mielőbb rakjam rendbe. De nagy. És le is csesznek érte, hogyha nem csinálod. Igen. Kaliforniában laktunk egy apartman komplexusban. Igen, igen. Komplexust írt, csak azért, csak én már nem tudok mindenkor. Nem tudom már. Ez egy nagyon komoly komplexus. Ez egy nagyon komoly komplexus volt, igen. Közösségi medencés. Hát egy fekete fiatal srácot kiúztam a medencéből, fulladozott. Az apja megvert majdnem, hogy miért nem előbb húztam ki. Belógott a család, egyébként nem is laktak ott. Az egész család ott volt a medence mellett. Az apja majdnem agyonvert. Trolli vezetőként dolgozom, azt tud nagyon felidegesíteni, amikor megvárom a kedves utas, mert látom, hogy fut felém, felszáll, és a fejét elcsapva annyira se képes, hogy valamit oda befögjön. 250 euróval távozott egy férfi Horvátországba egy ATM-mel a zsebéből, utána mentem, hát a kagyló levesse kell a cash, és visszaadtam neki. Bajor akcentussal csak annyit kérdezett, biztos, hogy ennyi volt? Jó, tehát kivette a pénzt, de nem vitte el valószínűleg, nem tette el. Igen, ott igen, hagyta az igen. automatában a 250 eurót. És úgy megütném lendületből ezt a hülyét. De nem fordul, hogy menj már a francba, hogy ez az első, hogy biztos megvan-e a pénzed. Igen. Biztos csak ennyi volt? Ennyit kértem, nem? Ön húzta a fiamat ki a tóból? Igen, én voltam. És a sapkája hol van? Azért nagyon tipik így ebben a formában. Igen, pilóta vagyok, rendszeresen karban tartom a pályát, az irányok felfestése, a pálya szemfelfestése, fűnyírás természetesen ingyen. Egyszer nem köszönte meg egyik pilótatársam sem. Helyette azt kaptam, hogy 8 méter fű lemaradt a pályáról. Jó lenne, ha levágnám. Ha kétszer megcsinálod, akkor onnantól kezdve az a te dolgod lesz. És az összes többi ember, aki ezt használja, már természetesnek veszi. Halálosan természetes, az a te dolgod. Ah, igen. Valaki hát rábízta, hiszen miért csinálnám meg egyébként? Eddig is, nem? Miért csinálnám meg egyébként? Ha csak a hülye csinálnám meg ingyen, valószínűleg te pénzt kapsz érte. Igen. Ausztriában nem köszönik meg egyébként furamódon, el is várják, hogy megcsinálnál ilyen dolgokat. Egy kollégám táppénzre akart menni, de nem volt beteg, mondta, találjuk ki valamit, mondtam, hogy támaszkodjon az ajtókeretnek, amikor nem figyelt, rárúgtam az ajtót a kezére, négy ujja tört, meg se köszönte, csak hazament. Azért ez is érdekes, igen. Azt írja valaki, igen, hogy új házba költöztünk, a szomszédéni már elég idős, levágtam a füvet háromszor, soha büdös életben nem köszönte meg. Gyerekek, ez olyan, mint a gyereknevelés. Törlöd a fenekét, csinálod, soha senki nem mond semmit. Írja egy anyuka nekünk. Hát, igen. Hát, ja, izé. Hát én jutalak, köszönöm szépen édesanyámnak, hogy de amikor látod, még nem tudtam beszélni. Na jó, de már 5 voltál, még akkor is törölte néha, azt akkor sem mondtatunk kösz, anya. Hát volt az 10 is. Megmentettünk egy férfit, aki felakasztotta magát. Az volt a köszönet, hogy fel akart minket jelenteni, hogy megmentettük. Hát ezt hagyni kell, hát most ott meg akarja csinálni, nem? Megvan a tervért, de eljutott idáig. De igen. Futár vagyok, 40 kiló macska almot felcipeltem a 4. emeletre, semmi. Higgyétek el, felbecsülhetetlen. Egy köszönöm nem jön. Úgy van vele, hogy ki vagy fizetve. Igen, tudod? Hogy ez a dolga. Ja, hogy ez igen, benne van. Hogy egy ki, igen, pedig ez a kaja kiszállítós, tudod, most meg csomó áruháznál van a nagy áruházaknál, hogy teljes bevásárlásba tudod rendelni. És lehet, hogy akkor az van az emberekben, hogy figyelj, én ezt kifizettem, benne van a szolgáltatásban, hogy te fölhozod a 4. még akkor is, ha nincs lift. Persze ilyenkor is jó lesne egy köszi. Hát igen. Vagy iszol egy pohár vizet, haver, hadd kínáljalak már meg. 1000 évvel ezelőtt, amikor postás voltam, akkor azért elő-elő fordult, hogy a Havannán meg a Csontvári nem találtam a postaledeknek az ajtaját. Na, mesélj csak! Nem, tényleg, hát semmi. Ki volt robbantva, le volt szakítva, tehát hogy tényleg az volt, hogy bementél, és és az összes lakásban mindegyiket, és ugye 10 emeletesek, fel kellett vinni őket. És ott azért, hogy általában a pénzt megköszönték, ajánlott értévevényes nyilván nem. Hát persze, mert abban a rendőrségigyezés volt. Hálásak vagyunk, akkor még talán mondjuk is jattot találtál, vagy kaptál, de egyébként a leveleket soha nem köszönték meg. De azokat ugyanúgy fel kellett vinni, tehát tök mindegy, volt egy utalványt viszel fel a vélet, vagy pedig egy tévészámlát, ugyanaz. Mert akkor még az is volt. Igen. Nénének artériás vérzése volt bentőzöm, olyan helyen, hogy nem lehetett nyomókötést rakni, a puszta kezemmel nyomtam, így értünk el a kórházig. Egész úton azzal fenyegetőzött, hogy feljelent, ha belélül a nyom.
Jézusom. Ja, Istenem. Úszómester voltam, kihúztam egy vízihullát a vízből. Kijött a rendőrség. Kihúztam, ott volt a parton. Még gyorsan meg is motoztak, mondván általában eltűnik róluk az ékszer, úgyhogy jó lenne, jó lenne, ha megmutatnám, hogy van-e nálam valami. Azt a mindenit. Szomszédnénik elesett. Lecseszett, mikor felsegítettem, hogy én löktem előtt. Azóta gyilkos nagyinak hívjuk. De mennyi ilyen idős van, nem? Ilyen SMS, amikor így nem nagyon köszönik meg az idősek. Ugye? Ő már zaklatásnak ítél meg mindent. Igen. Ja, azt mondja, hogy bátyám évek kivágta a füvet egy focipályán ingyen, köszönet helyett megvádolták, hogy lopja a benzint a fűnyíróból. Ez is nagyon tipikus. Igen. Igen. Részek bácsi jött hozzám a bevásárló központban, hogy vigyem haza a biciklijével együtt. Hazavittem. Egy semmit nem mondott. Se azt, hogy köszönöm, se semmi. A végén összeállítta a kocsimat. Itt a bácsi mire gondolt, hogy ez egy szolgáltatás? Egyébként az menő, hogy te bevállalod, hogy részegen elviszed. Nagyon, nagyon kedves vagy. Azért az nagyon, nagyon jó. Társaság előtti saras területet saját pénzből lemurváztam, majd a szomszéd középkorú nő feljelentett a közterületnél, hogy elfoglaltam a parkolóhelyét, miután oda parkoltam. Felszólított az önkormányzat, hogy állítsam vissza az eredeti állapotot. És akkor elvitted a murvát, hogy mi volt, kilapátoltátok? A szomszédot felhúztam a szület után a pincéből. Eszméletlen volt már a musgázból. Köszönni se köszönt utána, nem hogy megköszönte volna. Ezek az emberek... Mire rágnak be ezek az emberek valójában? De miért kihúzod, amikor már majdnem meghalt utána, hogy miért dühös rád? Miért nem tudod még többet inni. Tehát lehet, hogy azt érezte benne, hogy most így megfosztottad valami nagyon jó dologtól. De hát ugye ők azért ittasak, tehát hogy itt ezen nagyon nem lehet csodálkozni. De nem állandóan ittas, vagy ő igen? Mert hogy utána se köszönte meg, hogy akkor nem köszöni meg, azt még egyszer mondom, megértem, a sok miatt ott leáll az agyat, kész. Na de egy nappal utána azért csak átkopogsz, hogy eloszom. Igen, egy üvegborral. Igen, hogy figyelj, ígyuk már meg, de itt fönn, ne lent a pincében, ott baj van. Igen. Reggel megcsináltam az asztony, annyit sem mondod, hogy kösz. Jó, azt mondjuk tegyük hozzá, hogy aludt közben. Nem emlékezett az egész. 20 esetlenként egy sajnálom, egy kisgyerek ette az idegeinket egész nap. Többször rászoltunk, nem szabad, ne csináld, veszélyes. Nyilván elesett, felrepett az álla. Az első segély nyújtóhelyen álltunk, kórházba renyitottuk. A mi hibánk volt, azt mondták a szülők. Trolibus sofőr vagyok, amikor egyeket szeretnének venni, szinte soha nem mondanak semmit, csak néznek és mutatják a pénzüket. Se köszön és se köszönöm semmi. Társasház földszinti lakó vagyok, 8 éve rendbe tartom a ház körül lévő zöld területet, az egyik lakó sem mondott soha köszönetet. Nem is lenne dolgom, semmit nem kapok érte. A jó munkát szép lesz, viszont mindig ide böfögik. Egyik se jön segíteni. Már tök természetes, hogy én vagyok a gondok. Mondjuk a jó munkát szép lesz, az jó duma. Igen. Jó munkát nagyon szép lesz. Ügyes. Csak ki tovább, hajrá. Igen, az jó munka. Igen. Vagy az jó duma, igen. A szomszédnál én is nyírtam a füvet, soha nem köszönte meg, ezért abba hagytam. Azóta szúró szemmel néz, ha találkozunk, és nem köszön. Ez így működik. Háromszor megcsinálod, akkor a tiéd. Kicsit tanakszik rád. Kamionsofőr vagyok, főúton indexelek a mögöttem lévőnek, hogy előzhet. 10-ből 9 meg se köszöni. Na, azt például én mindig megköszönöm, az tök jó gesztus. Igen, mikor ő előz neked, hogy te mehetsz, nem? Én ja, azt szeretem. Igen, én ugyanígy vagyok például azzal is, amikor beengednek, tudod, a sorba. Pedig ugye ez a cipzár elvez automatikusnak kéne lenni. Azt gyűlölöm, ha valaki ezt nem köszöni meg. Az is ott is egy-egy jó. Az olyan prostó, ha nem köszönöm meg. Az olyan tök jó, mert tényleg nem kéne elméletileg megköszönni, hiszen ez lenne az alap, de sajnos ez nem alap Magyarország, hogy cipzár elvbe. Egyenben. És akkor annyi, hogy fölemeled a kezed, vagy megnyomod a ízét, a kis vészjelzőt, egyszer kész. Olyan jól esik az embernek, és szebb tőle a napon. A vadonéknál ez úgy megy, hogy anya int, apa int, utána pedig villogunk. És még háromszor köszönöm. És tíra megcsaválja a farkát. Anya, apa, villogás. Csak rendben legyen minden. Korázba beszállítás közben néni megkérdezte, elromlott a sziréna? Ennyi idő alatt buszra is beértem volna. Hát de tündér. Cukipofa. Igen, ezek érdekesek. Tesi tanárként egy diák óra előtt átadta a pénztárcáját, hogy őrizzem meg, nem meri az öltözőbe hagyni. Óra végén, amikor visszakérte, előtte megszámolta, hogy nem hiányzik-e belőle valami. A kis anyagias. Sose lehet tudni. Taxis vagyok Tatabányán, egy pénztárca volt az út közepén. Megálltam, elvittem a tulajnak a lakcímre. Nekem kijött és annyit mondott, ez a hülye öreg már háromszor hagyta el. Megfordult és bement. Se köszönöm, se semmi, az összes irata, a pénz, minden benne volt. Mi bejelentés érkeztünk egy lakásba, mert egy néni segélykiáltott, elesett, nem tudott felállni. Az ajtó zárva volt, tűzoltókat befeszítettük az ajtót, majd lecseszte az egyik tűzoltót, hogy szálljon le a szőnyegéről a bakancsával, mert összefogja.
Jaj. Össze fogja kozolni. Mama, ha mi nem vagyunk itt, akkor a szőnyegnek is annyi. Igen. A mamák meg a papák azért erősen tolják, nem? Nem, nem. Rendben lelke mindennek. Igen. Egy nőnek visszaadtam 22 000 eurót. 22 000 eurót. Előttem megszámolta, eltette, semmit. Semmit nem mondott. 22 000 eurót adtál vissza. Azért ez nem kevés, az nem? És ilyenkor azért elgondolkodás. Az egy százat azért csak odaadsz, valami csak odaadsz. Vagy mit tudom. Nem. Igen. Jó, ha tudjátok, Miskolcon soha nem köszön meg senki semmit. Gyömbér írta. Jó, ha mentek arra. Uh-huh. Tudtok javítani a... Szerintem ez nem igaz. Mert ti ott voltatok, és megköszönöttek. Vannak jó tapasztalataim. Bőven. Igen. Azt mondja, hogy... Ja, igen. Van, aki járólapot vitt, és azt se köszönti. Meg. Hát, ez olyan fura, olyan nem egy nagy dolog pedig. Valójában. Nem? Egy köszönöm, hogy senkinek mondani, nem mondani, fáj. Mondani picit ez ilyen felsőbbrendűség, tudod, hogy ez nekem jár. Ugye Sanyi a járólappal, aki másfél tonnát behordott, pedig csak a kapuig kellett volna vinni, hogy azt gondolod, hogy te ezt kifizetted, megvetted, tiéd a járólap, tiéd a Sanyi, azt csinálom, amit te mondasz neki. Ugye? Igen. Ilyen felsőbbrendű érzés van benned, hogy minden az enyém a világban. Hm. Igen, rokonom Londiner Londonban, Brad Pitt hagyta a szállodában az útlevelét. Utána vitte a reptére, elvette és felszállt a reptére. Felszállt a repülőre. Na látod, látod, hogy Angelina elvált tőle? Látod, nem köszönte meg. Gondolom, ott állt a turista osztályon, éppen becsekkolt. Igen, hát teljesen rá is áldogált. Kereste az útlevelét, pont oda léptél, odaadtad be, elfordult, becsekkolt, és semmit nem mondott. Igen. Szomszéd bácsi 3 éve elesett biccajjal, vérzett a fej, elvittem orvoshoz, a felesége lecseszett, hogy miért nem hagytam ott a földön. Ott van egy szerelem az asszonyban. Először azt hittem vicce, azóta se köszön. Miért nem hagytad ott a helye? Morgan, soha többet semmit, senkinek nem segítek. Rohadjon meg mindenki. Nem segít nekem se senki, Péter küldte nekünk Svájcból. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért a nénike, aki nem köszöni, meg köszönöm, ideges, hogy felsegítetted a papát, majd hogy ott kellett volna hagyni. Azért az elég erős ebben a formában. Hát, már látta a boldog özvegyi éveket, érted, hogy a papót vérzik el a küszöbön, erre te meg megmented. Strand belépő egy vásárlás, 10 000-esre fizettem, 20 000-esből adott vissza a nő. Visszalépek, mondom, elnézést, rosszul adott vissza. Válasz, az nem lehet, mindenki ezzel próbálkozik, menjek a fenébe. De mondom, higgyel, rosszul adott vissza, őt nem érdekli. Mire megkérdeztem, hogy 10 000-est kinek adjam, nagy duzzoga elfogadta, a nem mondott semmit. Gondolom, hogy naponta 500-an akarják ezzel átvenni, hogy rosszul ad vissza, hogy még adjon pénzt. És a fordítottját nem akarta elhinni. A fordítottat meg már nem hiszem el, igen. Tűzesetnél teljes terjedelmén égett egy nyaraló. Betöltük az ajtót, fel akart minket jelenteni a tulaj, amíg nem várt meg, amíg odaérünk, hogy odaadja a kulcsot. Rablás közben biztos felgyújtottátok. Nagyon kemény. Na jó van. 2 percen pontosan 8:30, itt vagyunk mindjárt. Balázsék a Rádió Egyen. Egy ujja. 8 óra után 42 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenki. Azt mondd meg. Nekem. Olyan nincs. Szevasztok. Hello. Cső gyerekek, itt vagyunk. Jó reggelt. Sziasztok. Szar az idő, jó a kedv. Szar az idő, jó a kedv. Egyébként ezt nagyon jól összefoglaltad. Szar az idő, jó a kedv. Köszi Feri. Az időjárás jelentést támogatta a szerelvénybolt.hu mestereknek applikáció. Nekem csak köszönnek meg semmi, csak anyáznak, üdv az eső, értene. Még. Ilyen sztorikat még a népnek, igen. A Velencei tó nagyon köszönni. Nagyon köszöni, a tó nagyon köszöni, nagyon jól van. Óriási vízszín, nagyszerű kikötők, vitorlások, strandoló gyere, azok nem. Képzeljétek el, aki most megy el, mondjuk nyári táborba. Ja, bocsánat, csak megláttam, ja. Addit az új reklámját. Igen, tessék, majd aki most indul nyári táborba. Nem indulnak még nyári táborba, még hát de már iskola van. Az utolsó hetet már tudod, ahogy mondtam, nálunk kiütöttük. Na, és akkor elmegy egy józánka. Na, gyerekeket az nem érdekel. Micsoda? Minket nem érdekel. Egy józánka soha. Ilyenkor. Ja, figyelj, ott még egyébként a benti programok is tök jó. Persze. Akkor majd mit érted, akkor majd nem tudom, valami. Mit csinálhatnak bent a... Vannak ilyen vetélkedők, vidám vetélkedők. A nagy hétig, persze, igen. Vidám vetélkedő. De arra gondoltam, hogy mit csináltunk annak idején bent, aztán hirtelen rájöttem, hogy ez már nem túl PC. Na, gyerekek, egy kis PC csúszda. Mehetünk. Ja, és...
Akarunk? Tudunk? Merünk? Hagyjuk? Lapozzunk? Ne, csináljuk. Beszéljünk róla. Egy női ruhákat népszerűsítő cég, vagy kimondhatjuk az Adidasról. Ez egy fürdő, női fürdőruha. Ez egy női fürdőruha. Most várjátok. Mondom, női. Ez egy női fürdőruha. Csak egy részes, segítek azoknak, akik már rögtön két részest képzeltek el. Ez egy úszó dressz. Képzeljetek magatok elé egy nagyon színes, jól kinéző Adidas úszó dresszt. Oké. Okay. Mit csinál az Adidas? Azt mondja, hogy én ezt kirakom, és akkor ennek csináljunk egy kampányt, és azt mondja, hogy 70 dollár érte el is viheted. Hogyan tegyük kívánatossá ezt a női úszódresszt? De következőképpen tették kívánatossá a női úszódresszt. Azt mondták, hogy berakuk egy vékony férfit, mert hogy a kollekció neve az, mert Adidas Pride 2023, és ez a női, az Adidas női részlegében vásárolható meg. Adidas az önkifejezés, Pride. A képzelet és a rendíthetetlen hit ünnepe, hogy a szeretet összeköt, mondta ezt egyébként az Adidas. És fölrakott egy férfit egy női fürdőruhában, hatalmas nagy zsákkal, bevont raszta hajjal, amivel egyébként az égített a világon semmi baj nincs, egy nagyon vékony női testű férfit láthatóan méretes csomaggal. Berakott egy női fürdőruha kollekcióba a női részlegen megvehető szőrös melkasú férfit. Igen, nőknek ja. Szóló fürdőruha, ugye? Tehát ez van. Nem egy férfiaknak szóló női fürdőruha, ez egy nőknek szóló. Ez egy nőknek szóló fürdőruha, amire beraktak egy csávót. Igen. Ez nincs nő, aki fölvenné. Érted? Ezek úgy. De nem. Ezt fogják látni. A kommentet olvas. Na most a Twitteren szétszedik, tehát azonnal szétszedik. A sportszergyártótól követelik, hogy a fit és szexi női modelleket akarnak reklámokni, és elegem maradt a modellekből írja valaki, kihúnyolják a nőket. De most segítsetek nekem ezt most megérteni tényleg, azon túl, hogy egyszerűen... Az elfogadási egyében döntött. De mit fogadok el egy női fürdőruhán úgy, hogy egy nagy csomaga rendelkező tökös férfi reklámozza? Most akkor ez egy női fürdőruha, vagy nem női nem. Fürdőruha? Ezt mondom, hogy ez egy női fürdőruha, tehát nem az történt, nem hogy az Adidas tervezett egy fürdőruhát férfiaknak, mert tervezhessen. Tehát ez tök oké. De várj, ez a Pride kollekció, ez a Pride kollekció, ez most nem arról az szól, hogy... De várj, mi az, hogy Pride János kollekció? Hát gondolom, hogy... De hogy a Pride, mint hogy meleg felvonulás. Nem, ez nem arra nem szól. Szerintem szóval nem, ez nem melegeznek készül, ott van, nem figyeltél megint, ahogy elolvasta, az önkifejezés, a képzelet és a rendítetetlen hit ünnepe, hogy a szeretet össze. Köt, hogy ez mindenkinek használható, de nem használható, mert ha még azt mondták volna, hogy terveztünk egy fürdőruhát férfiaknak, ami úgy néz ki, mint egy akkor megértem, de ezt a nőknek akarják meg, eladni, a nők meg, nem fogják értem, megvenni. Értem, de hogy ő egy nőiesen mozgó férfi valójában, tehát látjuk a mozgásán is, hogy nem arról van szó, hogy egy férfire ráadták, ő valószínűleg egy másféle identitást képvisel, tehát a fotó meg a videón nem ugyanaz van, mert a videón az van egy ilyen kicsit ilyen travi kinézetű csávó, akiről nem tudom eldönteni, most nő vagy férfi, azt nem tudom. De a fotón egy láthatóan izmos férfival, igen, hatalmas nagy zsákkal. Egy nő. Tehát most akkor ezt én férfiként kívánom meg, és megveszem a feleségemnek, vagy a nő kívánja meg jobban, hogy férfire van öltöztetve, vagy már nem tudok mit kitálni, ezért rádom nem, egy Balázs, férfire. Nem, Balázs, ezt magadnak fogod megvenni. Nekem már három egy részes fürdőruhám van. Nem használ egy részes. Alig várom, hogy a rasszasok benyom. Nem csoda, hogy te osztad a témát. Ő a valószínűleg arra céloztak, hogy ő az a fajta férfi, aki női lélekkel született, és szeretne nő lenni. Érted? És azért hordhatja ezt őt. Egy férfi, aki kapott ezért hátszáj 200 dollárt, hogy gyere Joe, vegyél föl egy női fürdőruhát. Nem, de van zsákom, nem baj, Joe, jó a zsákod, gyere. Tök mindegy, kell a pénz, de brutál vagy nem kell a pénz. Van, és kicsit szorít a cucc. Ne, az a jó, mi azt akarjuk, hogy szorítson. De egy női fürdőruhán én nem akarok csomagot látni. Hát egy női fürdőruhát egy nőn akarsz látni. Ha egy női fürdőruha, akkor tényleg. Vagy hogy most segítsetek, zavaró. Tényleg nem értem. Nem, meg aztán nekem semmi bajom ezzel, de hogy mi sok másnak lesz, majd ezért megint kapni fogunk, de hogy... Nem mondtunk semmit. A sokszínűséget prezentálja a dolog, érted? Hogy azon férfiak, akik női lélekkel születtek, és lehet, hogy szeretnék nem is... Nem férsz benne el rendesen, tehát, de hogy ez eleve nem praktikum, ilyen... Halló, ez nem a praktikumról szól. De ha persze meg kicsusszan, akkor meg én vagyok a hibás, mert akkor én vagyok a perverz állat. Nem veszel fel egyet férfiként. Azért, mert egyszerűen nem egy férfi testre. De ők nem ezt mondják, szabva, hogy vedd föl. Halló. Ha nem mit. Ő nem akarja, hogy egy férfi fölvegye. Nem ez a lényeg. Nem kell egy férfi. Ha nem.
Na, kezdjük előre az Adidas. Nem, én Lőrincről jöttem, én teljesen. Itt nem az a lényeg, hogy az Adidas férfiakra akar ráadni női fürdőruhát. Itt az a lényeg, hogy női fürdőruhát egy zsákos, izmos férfivel reklámoznak. Igen. Tehát, de nem akarja, hogy te vedd meg, és egyrészes fürdőruhába flangálja Lupa Beach-en, vagy a Lőrinci, nem tudom, Rózsastrandon, vagy mit tudom, Pászkástrandon, a Bókaiban. Tehát nem az a lényeg, hogy férfiként vegyél női fürdőruhát. Hogy a Bókai volt megjelenéki. Hanem az a lényeg, hogy az elfogadás, vagy nem tudom minek a jegyében, tökös, nagy csomagú férfiak, ajánlanak nőknek fürdőre, de csajok, írjatok már csajok, tehát ettől te jobban megveszed a fürdőruhát. Nem, sőt, szerintem de, még rosszabb, nem fogsz venni, várja. Ez ugrik be, hogy egy zacskós, zsákos férfin volt a fürdőruhá. De egy nő látja, hogy ez egy jó fürdőruha? Na, hát ez az, hogy nem látja. Nem látja. Kidudorodik a tökélél. Nincs mellé ennek a srácnak, teljesen nyilvánvaló, hiszen ő egy férfi. Tehát nincs ennek mellei, nem olyan a testfelépítése, tehát rajta a női fürdőruha nem úgy fog mutatni, mint egy nőn, és most teljesen függ hogy itt egy manöken alkotulőről van szó, vagy egy átlagos alkotulról, nem úgy fog rajta mutatni. Tehát ez a reklám alkalmatlan arra, amire csinálták, mert hogy a nő rá fog nézni, és azt fogja mondani, hogy bocs, de most én honnan tudjam, hogy ez hogy folyik rajta már? De nem lehet, hogy már akkora ez az egész őrület, meg marketing zaj, meg minden, hogy már nem tudom eladni a termékemet, csak akkor, ha berakok egy fekacsávot nagy zsákkal egy női fürdőruhába? Kontraproduktívet. De miért lenne kontraproduktív? A nő nem fog, a nők, mondjátok meg, csajok, nézzétek meg, akartok magatoknak egy ilyet, nem? Jó, de lista áron ez a hír, ha most megnézed, akkor ez Európában, hány újságban, hány rádióban, hány cikkben, hány helyen jön le, hogy na nézzek megint az Adidas micsát. Lehet az Adidas röhög a markába, és azt mondja, hogy nem ülök föl a PC vonatra. Nem érdekel a genderülték, nem érdekel. Minél szarok az egész, szarok rá. Minél több, el akarom menjen adni ezt belőle. A szart. Menjen el belőle minél több. Mit csináljunk, John? Kérdezték az Adidas kreatív. Hozzatok egy fekacsávot. Itt van ez a nagy zsákkal. Adjatok rá egy XS-eset nagyon nagy zsákkal. Így van. Dobjatok róla három fotót. Itt van ez a három pöcs a rádió, egy nélezek majd reggel. Beszélnek róla. Nálunk elfogy az összes Pride swimsuit. Kint van a kampány? Igen. Így van. Telefon kikapcs, irány a Maldi szétek. Nem majd őket bünteti meg, nem engem. Úgyhogy akkor persze beszélnek róla. Megvan, érted, egy pénteki téma nekik, nekünk meg millió egy eladás. Mert hogy valójában ugye lehet, hogy ő veszít vásárlót, hogy egy nő nem veszi meg, mert de most egy nőt zavar, hogy férfi látja a kedvenc fürdőruháját. Szerintem még csak nem is. Nem zavar, és csak hát, nem érti. Nem, nő nem, valójában egy hazug üzenetnek eladott marketing akció az egész info. Valójában azt hiszem, ebben nincs valódi felelősségvállalás, ebben nincs semmilyen genderőrület, ebben nincs semmi, ez egy jól kitalált, nagyon egyszerű marketing. Ennyi, most valamit ennyi, még csináljunk, ennyi. Hogy ne a Nike fürdőruhája menjen, vagy a Pumának a fürdőruhája. Így van, a három csíkosról most akkor így egy csomóan elkezdenek majd beszélni. Valójában meg minden nő, aki bemegy és venni akar magának egy fürdőruhát, az bemondja az alapvető méreteit, mert hogy ezért vannak a különböző méretek. Ez alapján nem tudod bemondani azt, hogy most neked milyen méretű kell, mert gyakorlatilag jó, biztos, hogy olyan elasztikus anyagból van, ami egyébként minden nőre jó, meg mit tudom én. Oké, okay, és akkor föladnak majd férfi fürdőruhákat nőkre? Hát látok, nem, hát visszafele remélem, nem megy. Nagyon remélem. Mert egy brutális csak teve, az brutális teve patával, érted? És akkor nem azt nézem, csak azt látom, hogy ez jól áll, ez a kis fecske fürdőruha nekem, és hogy ott lesz egy csaj pólóban az én fürdőruhámmal. Nézd, én egy, olyan, ami csak egy fürdő, vagy egy short. Én olyan tengerész vagyok, akit nem riaszt vissza a sivatag hajója, tehát engem nem riaszt vissza a telepata. Csajok, írjatok már tényleg, hogy ez egy nőt zavar, hogy pasi reklámozza? Én abban is az evezőt. Micsoda? Hát jódlizol. Mondhatni, jódlizol a kanyomba. Viccelsz, érte? Bele jódlizol abba a kanyomba, érte? Telepata neked az egy Marianna árok, érted? Egy grand kanyon. A kedvencem a kéménymászás. Tehát engem nem zavarna, ha egy férfi fürdőruhát látok egy nőn. Oké, okay, tehát tetszik a mintája, jó a méret, most nő reklámozza, én megveszem. Tehát nőként sem hiszem, hogy zavar. De hogy nem tudod elképzelni benne magad, hogy rajtad hogy fog állni, ha egy nőn látod. Igen? Hát tök más a felépítésünk, más az nem, alkatunk. Nem tudsz, nincsen. Tehát, hogy amikor megvásárolsz valamit, vagy látsz egy bármilyen reklámot, és persze most, hogy abban picit függetlenítsük magunkat attól a ténytől, hogy általában a modellek azok nem hétköznapi felépítésű hölgyek, hanem egy kicsit valamennyire valamit képviselnek, vagy egy szépségideát képviselnek. Tehát, hogy de valahol mégiscsak azt szeretnéd, ha ugyanúgy állna rajtad az a ruha, az a fürdőruha, vagy az, képen. Ami érted, mint a nem tudom, a Palvin Barbin. De egy csomó cég például ezért hozott be
olyan modelleket, akik jobban hasonlítanak ugye az átlag nőhöz, igen, meg az átlag férfihoz. Ez már nagyon kevésbé vékony, kicsit van, duci, diszkréten molem. Igen, nem az a, nem a tökéletes. Uh-huh. Ugye azért, mert akkor a vásárló el tudja képzelni, hogy oda néz az óriás plakáton. Most közülünk kire hasonlít egyébként ez a srác? Mert hogy azt hát vékonyságban nem én vagyok, igen, az biztos. Kicsit nekem Györke ad is, de... De miért? De a Györgyi alapján. De a nő az alapján vesz fürdőre, kéne nekünk egy női megszólaló, gyerekek. De kéne. Nem műsorvezető. De miért kéne? Hisz ez egy férfi. Egy férfi van, de egy női műsorvezető. Most a női kell egy női műsorvezető. Tök igazad van. Évek óta tök mondjuk, hogy száj ki. Évek óta mondjuk, hogy operáltasd át magad, Bali, végre. Legyél már nő. Jó, akkor átváltozom. Na, rajta. Na, nekem tetszik. Na, egy nő, ha ránéz a fürdőruhára, neki, igen, kell látnia, hogy hogy áll azon a modellen? Vagy ő csak a színbe szeret bele, a mintába szeret bele, a kivágásba szeret bele, uh-huh, érted? Tehát, nem. Nem érted, vagy nem a válasz? Értem, nem azt mondod, hogy nem. Ő azt akarja látni, hogy áll egy női modellen. Így van, ő azt szeretné, hogyha rajta is ugyanúgy állna az a fürdőruha, ahogy a modellen. Ránézek, és szinte látom benne magamat. És az, itt amikor megvásárolom, és felveszem, és odállok a tükör elé, akkor azt mondom, hogy na, ezt akartam látni. Most fölveszed, és azt mondja a nő, hogy hol az acsim. Igen. Ugye, mert ezt látva. Hol a csomag? Én nő vagyok, nekem kell látnom, hogy hogy áll egy nőn, így nem venném meg. Nőként sosem vennék meg egy ilyen fürdőruhát, még ha negatív reklám is, akkor sem. Higgyetek el, én is nő vagyok, nőként úgy vásárolok, hogy megnézem, hogy áll a modelleken, mert ez számít. Mi nők az alapján veszünk fürdőruhát, hogy az adott modellen hogy áll a darab. Tessé. Elképzeljük magunkat, hogy mi is így nézhetünk ki benne. Amelyik nő ezt tagadja, az hazudik. Személy szerint nem venném meg, mert az jutna eszembe, hogy egy pasini szarul állt, akkor rajtam is szarul fog. Persze. Na, ezt mondtam, persze, hogy kontraproduktív, nem éri el a célját, ha csak nem ugye arról van szó, hogy ez tulajdonképpen, amit az egyik hallgató írt, nem a fürdőruháról szól, hanem ez egy ilyen image hirdetés, hogy az Adidas aztán a szélesre tárta a kaput. Te felmész a honlapra, megnézed ezt a képet, de már ott ragadsz és veszel három normát cuccot magadnak, amit tetszik. Azt mondod, hogy milyen jó fejek, hogy mennyire nyíltak, mennyire jól kezelik ezt az egész helyzetet, amiben most a PC világ van. Hopp, már ott látok is egy olyat, ami viszont nekem tetszik. Lehet, aha, hogy ez teljesen. Teljesen tiszta egyébként. Igen, igen. Lehet, hogy a kismelű nőknek szánták, azért, tehát, hogy azért csinálták. A kismelű nagyzacsis nőknek. A kismelű nagyzacsis nőknek szánták. Igen, kismelű, mondjuk működik. A kismelű rózsadombos hölgyeknek. Engem nem zavar, hogy férfivel reklámoznak, most is vannak férfi pólóim és boxer alsóim. Uh-huh. Igen, nekünk egy női hallgató, tehát ez ezzel igen, nincs baj. Tessék, Varga Viktorról van egy ilyen kép. Miért ahogy kellett? Vagy valami hasonló. Nyitod. Vitéz Varga Viktorról pontosabban, hát ugye tudjuk, hogy. Hogy milyen kép van rólam? Egy ilyen fürdőruhás kép. Igen, igen. Csak olyan, mintha fordítva vette volna fel a fürdőruhát, tehát az eleje van hátul. Én nem venném meg, mert nem akarok úgy kinézni, mint egy meleg, sovány férfi. Na, tessék. Igen. Engem nem zavar, az mutatja be, aki akarja, a női modell se hasonlít rám soha. Tehát tulajdonképpen igen. Aha. Tehát valójában egyébként ügyes az Adidas, nem? Persze. Valamilyen üzenetnek álcázott kamuval, kijön egy ilyen médiahekkel, csinál belőle egy brutál nagy marketingfogást, és utána te veszel, és az marad meg a vége, hogy Adidas, és mindenki erről beszél. Ja. Tehát hol a vége valójában? Tehát hogy milyen őrület lesz még? Amikor már vékony, fekete férfi hirdet női fürdőruhát. Ezen nincs megállás az őrületben. Nem, ez totál kontraproduktívá válik egy idő után, mert gyakorlatilag nem fogsz tudni, mi alapján választani. Tehát, hogy mindenki úgy választ ruhát, hogy azt szeretné, hogyha jól állna rajta, de nem, nincsen viszonyít első alapot. És mi van, ha tévedünk, és a legnagyobb zicser mellett mentünk el, hogy alapjából a férfiaknak szól? Ugye? Hogy hordsz te is ilyet? Miért ne hordhatnál férfi? Hogy az egészet túlmagyarázzuk, és ez arról van szó, hogy jövő éve ez lesz a férfi divat. Ennyi. Amerikában, Angliában, meg kicsit extrovertáltabb országokban. Női ahol egyébként női egyrészes fürdőruhában járnak a pasik, mellékül nagyzsákkal. Ilyen. Érted? De ez szébe nem jut az Adidasnak, hogy ezt nőknek adja el, mert tudja, hogy jövőre már az van, hogy ezt nők veszik. Vagy a férfiak veszik. Nekem kicsit túl tarka, de el tudom képzelni benne magam. Veszek neked egyet jövő héten. Azért megnéznélek így a Palatinuson, mire elmenni egy lángost venni, mennyire szólást kapnál. Picit riszállnád magad, picit oda mennél, és mondanád, én sajnos tejfölöst. Ugye? Hát de mire visszaérnél addigra? Azért rohadtod, ő nem meleg. Azért a hullámban, semmi meleg, egy sajtos tejfölöst. Így kérnél. Azért a hullámban megdolgoznának pár. Sok trapistával. Azért sok fokhagymával. Azért a hullámban valószínűleg a komplett negyedik kerület rád ugranak. Szóval azért nem hagynák itt azért, hogy te csak úgy egyrészes fürdőruhába flankáljál a Palatinuszon. Nem biztos, hogy feljönnék a víz alatt. Kimennél a dagályra, érte már. Rámülnének ketten. Te vagy az. Miért van rajtad egyrészes fürdőruha? Zi vagy. Igen. Na jó, gyere már ki, kis sávok.
Megvárunk akkor itt a haverommal. És a végén mit iszom? Azt gondolod, Benő, ez az egyrészes videó, hogy gyere már hullába be egy kicsit meg. Szóval hogy azért valószínűleg itthon ez még nem átvinni az ingerküszöböt. Itt azért még néhányan megvárnának a kijáratnak. Ja, Istenem, ügyesek ezek, jól csinálják. Na jó, van. A fotókat érdemes egyébként tényleg megnézni. Egy percen pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után vagyunk, 10 perccel itt vagyunk, hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello, bello! Igen. Most nézem meg a honlapot, azt írja, hogy ugyanezt a fülőre át rátettek egy modellcsajszőre, és a srácon is vannak más női ruhák. A koncepció az, hogy vállalj fel önmagad, és érezd jól magad a bőrödben, ezt írja valaki. Köszönjük szépen. Ugye az Adidasnak az új kampányáról beszélgettünk, hogy mekkora marketing fogás ez. Igazából, de jól csinálják. Mégis van olyan szituáció az életemben, már a család életemben, amikor felvennék egy ilyet. De akkor a gyerek máshol alszik. Igen, akkor a szomszédok is rágyújtanak. Akkor az nagyot fog szólni. Igen. Érdekes, minden esetre jól csinálják, persze nincs ezzel baj. Nem is csúszunk le semmilyen csúzán, nagyon kultúráltan beszéltük meg ezt a dolgot most, azt hiszem. Minden oldalt megvilágítva, korrektül, és szerintem igen. És hihetetlenül normálisan, nem? De. Szerintem igen. Semmi nem volt így van. Na gyerekek, egy hét múlva viszont beszéljünk arról, hogy mi lesz, nem fog esni az eső. Ez jó. Nem, semmiképpen nem esik az eső. És ilyenkor már megyünk visszafelé, Szántódra. Kompozunk, 20 perc múlva kikötünk. 20 perc múlva konkrétan kikötünk, 7 órakor indul a komb. Ugye Szántódról, Follow the Flow koncert, nagy buli, nagy zenekar, nagy színpad, sokan lesznek, jó idő lesz, nem lesz nagyon meleg, hál' Isten. 25-27, jó időt mond, napsütést mond, eső sem lesz, de nem is fogunk megsülni. 25 fok napsütés, tök jó, sok 100 000 forint nyeremény, játék, jó zene, és a Balcsi közepéről jelentkezik egy adás, gyerekek. Ott ringatózunk majd egy kompon a jövő héten, pénteken, ugye? 6 órakor indulunk, és 7-kor indul maga a komp. Hát az adás kezdődik, 7-kor indul el a komp. 7-kor indul a komp, és ne legyetek szégyellősek, gyertek sokan, mert óriási a komp, sokan elférünk, tehát nehogy az legyen, hogy úgyse férünk föl, ide most szinte ma sokan fölférnek, így van, sokan fölférnek. Rengeteg, és nincs is regisztráció, nincs Covid, már nincsen semmi. Annyi, mi nem, tényleg semmit nem kérünk, 2 a PCR tesztet és maszkot. De semmi más. Az egyiket végbéldől, vagy oltásigazolványból. Így van, végbéldől, vagy oltásigazolványt, kívül a Sinopharm és AstraZeneca, őket sem tudjuk elvinni. Ez már politika, gyerekek, ezt nem tudjuk, a Sputnik, Pfizer, jön, Sinopharm, AstraZeneca, ők nem, egy nem. Rögünk, de ilyen világot éltünk. Volt ilyen, gyerekek. Lesz is még, készüljetek. Ja. Na, oké. Nem beszéltük ki a nem sokára újra lesz, készüljetek. Nagy főpróba volt, lesz. Igen. Nem beszéltük ki a ma reggeli SMS-t, amit kaptunk, vagy képet Viber üzeneten, a Szilikon Herezacsi gyerekek. Ja jó, csak van egy... Pontosabb dolgunk ennél, akkor elengedem. Nem, a Szilikon Herezacsit még meg tudjuk beszélni, ezért van idő, csak egy röpke interjú erejéig felhívunk valakit, mert a gyerekek, bődületes kullancsőrület van, nézitek? Akkor a mászott belém egy 3 napja, hogy és ilyen piros dudor maradt utána egy hétig, állítólag brutális elszaporodás. Észre kell lenni, vigyázni, eltenni, fiolába rakni, beküldeni, megvizsgálni, igen. És ha utóhatása van a kullancsnak, és utó piros körök jelennek meg minden, akkor meg résre lenni, borzasztó van. Ráadásul új kullancsfajok, gyerekek. Jönnek. Hát ez, nincs elég bajunk, érted? Még a kullancsok is jönnek. Ezt egyébként a kutyások még súlyozottabban érzik ezt a dolgot, mert hogy ugye az egy dolog, és nyilván persze ez a legfontosabb, hogy ugye a gyerekeken, rajtunk, stb. Felnőttekkel, embereken megjelennek ezek a hát egy enyhén szóval veszélyes kis élőlények, de amikor például egy átlagos sétáltatás után mondjuk egy ilyen 4-5 darabot söpörsz le. Tehát nem egyszerűen az, hogy átfésülgeted a kutyát, átkefélgeted a szőrét, stb., hanem csak így végignézel rajta, és 3-4 darab mászik rajta. A kutya is lábkoros lesz, vagy a kutyának semmi baj, kiszedőd belőle az élet tovább. A kutyának is, de. Ugyanúgy lábkoros lesz a kutya? De, a kutya is ugyanúgy belepusztul. 9-10 000 ember lesz lábkoros, azért az nagyon durva évente. Nagyon súlyos. És most vannak ilyen fél centis kullancsok, azért az nem kicsi. Uh-huh. Tehát nem ezek a nagyon... Letépi a karodat, nem? Igen. Másfél méteres fotóztak most lőrince, másfél méter van. A szájában vitt két idős nem egy síró gyereket.
Érted? Három méteres izén potroha volt, úgy megszívta magát. Így van. Ketten fedezték, a harmadiknak a hátra volt rá gumipókozva a gyerek. Igen. Múltkor láttak egyet, lőrincen gyerek volt rajta, hármagaba volt. Volt egy sánta, csak a banyatangot húzta maga után. Felfalt egy idősek otthonát, érted, Móron. Így van. Mit szersz? Alig akarták vissza. Nem, most azt hülylök. Több mint fél centis csíkos lábú, fél centiméter hialoma kullancs. Fél centis, ez új kullancsfaj, ami megveti a lábát. Na, fél ne centis. Ne bele van nagyítva be a képbe. Nekem jobban észre tudom venni. De mekkora? Azt hittem, hogy... Na, de nekem jobban észre tudom venni a fél centis. Nem is csíkos a lába. Hol csíkos ennek? Hialoma másik oldal a lábának, a másik oldal a csíkos. Hialoma kullancs. Hialoma kullancs, több mint fél centiméteres, csíkos lábú, ez egy új faj, és új kullancsfajok is megvetik a lábukat idehaza. Jól érzik magukat. Szeretik. 9-10 ezeren kapják a Lyme-kort. Azért nem, nem mond, hogy kevés. Nem elég kemény nagyon... a tél. Azt kell, kiszeded a gyerekből, tehát azt kell, el kell rakni a kullancsot. Igen, és átdobod a szomszédba. Nem, hanem hogyha bármilyen tünete lesz a gyereknek, igen, akkor be tud vinni a kullancsot bevizsgáltatni. Uh-huh. És nem, nem, kell nem mindig... jobb az, hogy előre beküldöd, és akkor föl tudsz készülni, hogy mi baja lesz a gyereknek? Én szerintem halálra paráztatod ezzel magad, hogy mindig várod a leletet, hogy fertőzött volt-e vagy nem. Ha meg kiveszed a kullancsot a gyerekből, és ott lesz valami tünet, uh-huh, mint a piros gyűrű jelenik meg, vagy pirosodik, vagy dagad, vagy bármi, akkor ott elő tudod venni a kullancsot a kis fiolából, és beküldeni, hogy fertőzött volt-e. De most a gyerek hetente a táborból hazahoz két kullancsot, mindig beküldöd, leteszed a hajadat. Tehát, ez nem, és legalább meg tudja majd a laborba, Fiola János. Így van. Földvári Gábor biológus itt van velünk. Hello Gábor, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello. Szia, jó reggelt! Húha! Ez nagyon komolynak tűnsz, Gábor. Hát egy komoly, ez egy komoly dél. Ez elírás, vagy tényleg fél centiméteres ez a hialoma kullancs? Ez egy... tényleg fél centi, és hogyha egy ilyen viszonyítási alapot szeretnétek, egy dinnyemag mondjuk, azt kell elképzelni, és még egyszer olyan hosszú a lába is, tehát hogy tényleg viszonylag nagy rohangászó kullancs. De rögtön, amit az előbb említettetek, egyébként egy picikét korrigálnék a bevizsgálás, nem bevizsgálás kérdésben, ugyanis nem érdemes, nincs jelentőség, hogy a kullancs utólag kiderült, hogy fertőzött-e vagy sem. Nagyon helyesen mondtad, Balázs, hogy ha egyszer valami tünet van, tehát ez a 4-5 centinél nagyobb piros bőrelváltozás, akkor egyébként is orvoshoz kell fordulni, és akkor tudjuk, hogy volt a kullancs borrélia, ami okozza a Lyme-kort. Egyébként pedig a kullancscsípések nagy részéből nem lesz betegség, azért ezt érdemes leszögezni az elején. De hát azt mondja, 9-10 000 Lyme-kor évente, azért az nem kevés. Így van, tehát közben viszont, mivel annyira nagy számú kullancs csípés ér az embereket, egy jelentős számban mégis elkapják a Lyme-kort. Ez így van, ez a leggyakoribb kullancsáltat terjesztetek, és az egész északi féltekén egyébként. Tehát és akkor vizsgáljam be a kullancsot, ha van tünet, vagy a kullancson nem mutatják ki, hogy fertőzött, de nálam mondjuk a Lyme-kor megjelenhet? Az igazság, hogy a kullancs bevizsgálásának ilyen egyéni vagy diagnosztikai szempontból semmiféle jelentősége nincsen. Mi kutatók használjuk ezt arra, hogy információt nyerjünk például egy területnek a kullancsok fertőzöttségi szintjének a belőzésére, megismerésére, de az, hogy egy emberen kullancs van, az nem igényel kullancs kórokozót vizsgálatot a kullancsban, hiszen az diagnosztikai szempontból nem visz előrébb. Van erre vizsgálat is egyébként, hogy inkább káros, mert ahogy te is mondtátok, hogy fölöslegesen izgul valaki, hogy akkor leszek-e lánykóros vagy sem. És az is fordulat sajnos ezek a patikában kapható gyors tesztek nem elég érzékenyek, tehát lehet, hogy negatív eredménnyel zárul, de egy másfajta vagy ugyanaz a kórokozó mégis megfertőzi az illetőt, tehát ilyenkor nem javasolt a kullancsnak a bevizsgálása. Amit viszont mi az Ökológiai Kutatóközpontban végzünk, mi kérjük a lakosokat, hogy küldjenek be kullancsot hozzánk, főleg ugye ezt a csíkos lábú és nagyméretű rohangászós kullancsot, hiszen mi kutatási célból keresünk benne mindenféle kórokozót, aminek nagyon fontos információt ad. Ez most miért szeretett meg bennünket ez a fajta kullancs? Ez eddig nem volt, ugye? Hát ez is érdekes, hogy most figyelünk föl rá. Tulajdonképpen sok százezer év óta hozzák viszik a vándormadarak ezeket a hialoma kullancsokat. Ami az újdonság, hogy amikor kialakul ebből a felnőtt kullancs, tehát a legnagyobb méretű utolsó fejlődési alakja, az nem szokta kibírni nálunk a teleket, illetve az őszt egész pontosan. Túl hideg az ő afrikai mediterrán szokásaihoz képest, hogy így mondjak. És a klímaváltozás segíti sajnos őket abban, hogy egészen ismerős klímát találnak mostanában nálunk, és úgy néz ki, hogy képesek átterelni, és ha megfelelő mennyiségben kerülnek ide be, és terelnek át, akkor ugye egy helyi populáció már kialakulhat, tehát ez teszi népszerűbbé a mi klímánkat nekik. És vannak olyan fertőzött területek a Magyarországon, ahol különösen veszélyes? Nem tudom, Börzsöny, vagy bár, ahol veszélyesebb, mondjuk, ha kullancs van bennem?
Hogyha a közönséges kurancsról beszélünk, tehát ami ugye a lánykort is terjeszti, meg a kurancs által terjesztett agyvörös agyházgyulladást, akkor úgy általában a középhegységeinket tudnám kiemelni. Tehát a középhegységben mindig több a kurancs, mert az ő természetes élőhelyük az ez a páradús és lombhullató erdei élőhely. Viszont hozzátenném rögtön, hogy maguk a városi parkok is kitűnően alkalmasok a kurancsok számára, de akár a saját kertünk is. Ennek ugye az az oka, hogy a kurancsra nem elég az, hogy árnyék kell meg pára, hanem kellene nekik mindenféle természetes gazdák, ilyenek a madarak, emlősök, akár névű gyíkok is, ahol ezek megtalálhatóak, azok ott ők is meg fognak tudni élni. Aha, de akkor nincs olyan kifejezetten fertőzöttebb terület, ahol mondjuk veszélyesebb. Én a bőrzsönyről hallottam. Nem kiemelni egy-egy régiót. Ugye ez attól is mindig két oldalú dolog. A sok kullancs önmagában nem elég a veszélyhez, vagy a betegség kialakulásához, az is kell, hogy az emberek találkozzanak ezzel. Tehát, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy hova mennek sokan kirándulni, a bőrzsöny az valószínűleg egy eléggé kiemelt hely így az országon belül. Teszem azt mondjuk, az Emplénben biztos, hogy sokkal kisebb a kirándulók száma, de ez nem azt jelenti, hogy a kullancsok száma nagyobb, vagy fertőzöttebbek maguk a kullancsok a bőrzsönyben. Egész egyszerűen gyakrabban találkoznak a turisták vele. A kullancsnak van természetes ellensége? A vegyszer? Van, igen, van, nem. Azon kívül is van még természetesebb is. Tulajdonképpen akár egy háztáji tartásban tartott tehénről, ha lepotyog egy vércívott kullancs, akkor ezt fölcsipegetik a tyúkok, erről vannak megfigyelések. Akkor van az jó megoldás lehetne, két... hogy viszünk magunkkal kirándulni tyúkokat. És akkor mindig mész, és a tyúkok eszik, igen. Ne. Így van, és a vasárnapi ebéd is megvan oldva utána, igen. De tulajdonképpen vannak olyan fülkészdarazsak, amik úgy fejlődnek, hogy egy kullancsba rakják bele a petéiket, és a benne kikelő lárvák, a fejlődő fiatal alakjai fogják megölni a kullancsot. Wow. Van sok érdekes kullancs ellenség, igen. Ezért hogy változtatnak helyet? Tehát, hogy így mi történik valójában? Megjelenik, hogy vándorolnak. Most egy kullancs elindul vándorolni, hát 3 év múlva eljut a sarokra. Vármegye bérlettel. Tehát, hogy mi történik valójában, hogy az ország egyik részre átmennek a másikra? Vármegye bérletet használnak, ingyen utaznak a mávon? Hogy változtatás átállunk a békán? Annál is hosszabb távú bérletük van, abszolút jó jogos a kérdés. Ezek a kullancsok nagyon bénán mozognak. Tehát egy közönséges kullancs néhány métert tesz meg egész életében, és mégis képesek kontinensek között is vándorolni. Ugye gondoljatok a vándormadarakra, hogyha Afrikában összeszed egy kullancsot egy vándorló madár, akkor az néhány hét alatt át tudja repülni a földközi tengert, és már is Európában találja magát, és ezek a kullancsok képesek hosszú hetekig is rajta lenni egy gazda állaton. De akár egy farkas, vagy egy róka, egy őz rendkívül sokat tud jönni-menni, és ők azok, akik igazából szállítják a kullancsokat. Egyébként leírták emberekről is, hogy az is előfordul, hogy emberek hozzák viszik a kullancsot, ez kevésbé jellemző, mert mi nem természetes gazdái vagyunk, nincsenek százában rajtunk, és hosszú ideig kullancsok. És pontosan ezért egyébként visszatérném egy picit a helyi veszélyekre, a kertünkben is így jönnek kullancsok, annak ellenére, hogy nem látjuk, de ugye éjszaka bemászik a süni, jönnek a rágcsálók, jönnek énekes madarak, és róluk lepocsókatnak kullancsok, és emiatt lehet a helyi populáció saját kertünkben is. Egyébként ezt is vizsgáljuk a kullancsfigyelő projektünkön belül, kérjük a lakosságot, hogy aki ebben érdeklődést mutat, a saját kertjében tud gyűjteni kullancsot. A kullancsfigyelő.hu oldalon van egy videó és meg leírás, és egy adatlap kitöltése, ha valaki jelentkezik, mi kiküldjük a gyűjtőanyagot, ez is egy nagyon vicces módszer, egy zászlózás nevű módszer, egy fehér zászlót kell lengetni a növényzeten tulajdonképpen, és az így szedett adatok nekünk nagyon fontos információt fognak nyújtani. Egyrészt arról, hogy mennyi kullancs van a budapesti meg a magyar városi kertekben, másrészt mi ezt laboratóriumi vizsgálatokkal azt is meg fogjuk nézni, hogy milyen kórokozókkal fertőzöttek ezek, és természetesen vissza is jelzünk az érdeklődőknek. Azt tudjuk, hogy vannak például olyan pókfajták, amik ugye így a szelek szárnyán, vagy a szeleket kihasználva jutnak A-ból B-be. Igen, az lehet egyébként, hogy amikor nagy szelek vannak nálunk, és van valami tornádó, ami történik, hogy felrepül a levegő, az ugye, vagy mozgál, az ér elhozza, akkor átrepül a kullancs az ország egyik részéből a másikba? Nem, ez nem jellemző. Tehát elméletileg lehetséges volna, de ők egy más, egészen más evolúciós utat választottak. A pókoknál ugye maga a hálóanyag is segíti a repülést, a kullancsoknál ez sokkal kézenfekvő módja, tehát a terjedésnek a helyváltoztatásnak az, hogy a négylábú gazdákon, vagy a repülő gazdákon közlekedik. A sétával keveset mozog, tehát a kullancs igazából föl lemozog a fűszálakon legtöbbször, hogy ez egy nagyon gyakori tényezet, hogy fákról potyog, a kullancs mindig alulról jön, az aljnövényzetről, egy másfél méter magasságnál följedő nem megy, és amikor a közlekedik, az a gazda állat segítségével történik. Nagyon jó. Gábor, nagyon köszi, nagyon összeszedett volt. Nagyon szépen, profi volt, és mindent megbeszéltük, vigyázzunk. Köszi nagyon.
Parazitológus is, vagy biológus is, parazitológus, minden egyszerre. Igen, még ökológus is. Igen, ökológus, igen, nagyon menő, nagyon menő. Köszi Gábor, ciao, ciao. Köszi a lehetőséget. Hello, köszönjük szépen dr. Fölvári Gábornak, aki szintén nem hallgat bennünket. Hát, diplomás még hozzá, hogy diplomás, DR, persze. Diplomás. Gyerekek, most már valljuk be, hogy valójában azért hívjuk a szakértőket, hogy ezt a kérdést feltessük. 10 percet kell várni, és izgalmas, amit mond, de engem a kérdés érdekel. Valójában már csak ezért hívjuk a szakértőket. Hát, én nem tudom, hogy még egyáltalán ki hallgat bennünket. Rengetegen, ahogy látom, értelmiségi egyre keveset. Nekik más dolguk van, ilyenkor ők nyilatkoznak. Egy nap alatt kettő, az ritka. Bizony. Azt már megcsináltuk, hogy valakin többször, de egy nap alatt két különböző emberen kétszer, ez megint egy új rekord. Ez, jó. Ez megint egy új rekord, megint átment a szeles kérdés. Ez most már kabalánk. Visszük magunkat. Visszük magunkat. Egyszer rakjunk össze egy olyan napot, hogy minden egyes szakért, mondjuk négyszer meg tudjuk, tehát négy órán keresztül, mindenki kap. Mindenki lesz szakértő, és mindenki kap egyet. De mindig csapok a pultot, mert ez már kabala. Persze, én már azért csapok a pultra, az kabala. Csak megvan. Várják a csapást is, hogy jön a csapás. Van ez a négyes, akkor csináljunk egy olyan napot, amikor mi magunk se vesszük észre, hogy teszi a kérdés. Jó. Hogy rajtunk is átmegy. Lehet, hogy ez nem is hallható ez a kérdés, csak egy ilyen morfogenetikus mezőben csak gondoljuk, és ki sem megy. Mi csak képzeljük most az SMS-eket, akik örülnek, hogy megint átment a kérdés, és lehet, ez a kérdés nincs is. Valójában ki se adjuk? Ez egy közös képzelgésünk, ami történik? Ne, hát akkor elég sokan képzelünk együtt. Csak a pornép, ide valaki csak a pornép, igen. Hát, gyerekek, de tényleg egyébként nem. Tehát, hogy ez minden, volt már olyan, akin megbuktunk? A doktornő egyszer reagált arra, hogy a szeles kérdés. Igen. De ő neki nem sütöttük el, csak előre mondta. Nem. És akkor már tudtuk, hogy itt nem érdemes. Nem érdemes próbálkozni, mert... Igen. Mondjátok már el, mi ez a szeles kérdés, ritkán hallgatlak titeket, lemaradtam róla. Minden interjúban, ha szakértőt hívunk, felrakunk egy bizonyos kérdést, amit először egy atomerőmű kapcsán raktunk fel egy szakértőnek, teljesen értelmetlen volt, én kérdeztem meg, semmi értelme nem volt, ez nektek megtetszett, kiírtuk ugye a kis jingle palettánkra, és azóta mindenkinek elsütjük, beleszőve az interjúba ugyanazt a szeles kérdést. Észreveszi vagy történik, sem. Igen, észreveszi vagy sem, és mindig megpróbálunk a kérdésre valahogy ráfűzni, és tovább vinni. Én egy kicsit genyom módon még direkt rákérdezek egy fél kérdéssel, hogy összefésüljen. Ti felvezetitek, én összefésülöm. Igen. El kell ágyazni, mert szépen, mert egyébként csak úgy, hogy semmiből jön, akkor nem olyan jó. Egyszer megmutathatnánk egyébként a hallgatóknak, hogy hogy készül maga a kérdés. Tehát elkezdünk beszélni az interjúval. Már jönnek az interjú alanyai, jönnek az SMS-ek, szeles kérdés. Az a baj, hogy már nem is figyeltek az interjúra. Mi majd, mikor mi összenézünk, bólintunk, és akkor onnantól kezdve valaki jelez, hogy neki megvan, hogy lehet rá. És akkor átadjuk egymásnak a stafétabotot, hogy oké, ma te futsz rá, te fogsz ráfűzni, csináld. Igen. Akkor Feri int a fejébe, hogy neki megvan, oké, csináld. Néha jelzem én, hogy ez most az enyém, viszem én, mert nekem megvan egy nagyon jó, amivel rá tudunk fűzni. És akkor utána várjuk, hogy az illető hármunk közül elinduljon a labdával, és rá tudjam nyomni a gombot, amit megnyomok egy pillanatát, majd ráfűzök egy picit a végén, igen, és jön a csapás. És kész vagyunk. És most így már készül maga a most mű. Már egyre, mert eleinte az nagyon a mű. A mű, így készül a mű. Eleinte még volt egy nagyon pici görcsösség, tehát olyankor volt például, mit tudom én, például Feri is, meg én is, így kétszer-háromszor. Rá stresszelsz, persze. Felvezettük a dolgot, adtuk a labdát, de Balázs nem merte benyomni. Nem, most sem a Nováknál sem nyomtam, igen, be egyből, mert nem éreztem, hogy ez még az. De aztán egyszer csak jött egy jó, és akkor ott rátettük. Nem most nagyon működött, és tök jó, most összeraktál itt nekünk annak, hogy eddig kiken teszteltük le. Hát ez nagyon durva. Nagyon durva a lista. Mert hogy 20 név, és nagyon jó nevek. És jó nevek, bizony. Nagyon doktor, jó nevek. Mindegyik úgy kezdődik, hogy doktor. Doktor, professzor, tisztifőorvos, szeizmológus, külpolitikai szakértő, gyerekek, csillagász, Greenpeace-es, NAVOS, Space Junkies, virológus, asztrológus, csak értelmiségi. Senki nem hallgat bennünket. Ja, vagy későn kelnek. Igen. Ők ráérnek. 10-kor kelni. Igen. Amikor már nem mondjuk adásban. Igen, de jó, nem is tudtam, hogy ennyire felépítettétek a kérdést. Hogy ne? Hát ez ki van találva? Nem, hát ez nem csak úgy van bedobva, hát ez mindig az interjúban rá kell valahogy fűzni az interjúra. Ugye? Most a kullancsok helyváltoztatós kérdése már a felvezetés volt, hogy ugye hogy változtatnak ők helyet. Ott már tudtuk, hogy dobjuk a szeles kérdést 3 perccel később. Tehát meg van ágyazva. Ki van ezt találva? Nem úgy van, csak hogy bedobjuk. Hát nézzétek meg. Itt. Persze, nézzétek meg, ennek van egy menete. Én már a szeles kérdésnél megkérdeztem 2 perc előtte, hogy változtatnak
kapnak helyet. Uh-huh. Mire már Janinak jött a gondolat, hogy rádobja akkor a kérdést. Ez kíván, nem? Hát ez, nem lehet ez csak úgy. Rekeket, itt nem, ezért, nem, ez nem egy ilyen ad-hoc jellegű dolog. Hát ez, vagy az van, ideális hallgató is gyerekek, hogy nekünk az összes kérdésünk ilyen értelmetlen, csak már nem veszünk észre. Jó, jaj, tehát, hogy ez nem lók ki a sorból. Ja, tehát azt, igen, azt mondják, hogy a tudósok, igen, ez egy ilyen műsor, jó, válaszoljunk nekik. Úgyis hülyeséget kérdezek, és szeles kérdés, de észrevettétek, hogy mindig milyen csendben van a kérdésnél? Hogy egy kicsit mindig filózik rajta, hogy mi akar lenni a kérdés? Próbálja megérteni. Tehát azért erre válaszolj már normálisan, hogy valami történik, hogy felrepül, a levegő az úgy, hogy a mozgás azért elhozza. És ez 16 tudósok átnyomni ezt a kérdést, azért ez önmagában egyébként önmagában azért egy komoly verseny. A kérdésnek már önmagában semmi értelme. De ők is full profik, tehát olyan nyilatkozók, akik megszokták már ahhoz, azt, hogy mit a reggeli tévéműsorokban, a rádióműsorokban, hát kevésbé kompetens műsorvezetők feltesznek nekik kérdéseket, ők igazából arra figyelnek, hogy az üzenet, az információ átmenjen. De itt a kérdés szar, de ahogy meg van ágyazva, és ahogy le van vezetve, és ahogy kap még egy fél kérdés, az viszont hogy úgy van összefűzve, hogy az úgy kajálja mindenki. Az a szerencsé, hogy ez egy tényleg teljesen értelmetlen kérdésnek a végén van egy kicsi kapaszkodó, a szél elhozza. És ez mindig segít nekik, hogy tudjanak valami értelmeset mondani rá. Igen, igen. Na jó, 3-10-kor hívunk már fel még egy szakértőt, most már akarom sütni még egyszer. Jövünk mindjárt rögtön a hírek után. Te Ferko, mondjál még valamit az időjárásról, de nekem azt állítem mostan. Micsodát mondjak, hát látja mindenki. Köszönöm szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Sajnos nekem most el kell mennem, de nagyon szépen köszönöm, hogy... Na. Szigetvár és környékére tartunk egy kis... Zrínyi. Egy kis... Köszönöm szépen. Ennyi. Ezt is tudja. Ennyi. Óriási. Ennyi. Csak azért mondom. Miért nem te vezeted a várfoglalókat? Hát ennek elég sok oka van. Hát igen, és nagyon szépen köszönjük a várbarátok nevében. Igen, a legnyomósabb érv, hogy nem értek a várakon. Na jó, akkor menjél. Úgyhogy sziasztok, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, most ebben a pillanatban. De ne menjél már még ezt a pár percet. Na jó, sziasztok. Csókoltatjuk az almás patak mellett vagy. Lakókat. Tudod, hogy szeretjük, ha itt vagy. Hazudta Feri. És elkezdett rohadtul nőni ez a... Na vigyázz magadra, aztán ügyesen. Aztán nehogy felöklejjen egy vaddisznó. Ja. Mindegy, valakit felöklelt. És még lefosom. Fogadjunk, hogy 55-ig nem, mindegy, meghalt ez a lényeg. Nem érdekes. Abból csináljál filmet. Kiszaladt, jött a vaddisznó, aztán most mi történt, érted, jött a vaddisznó. Egyébként is már... Már csak izé van, best of, meg hogy hívek, fölhívunk valakit, azt hazamegyünk mi is. Na, arra meg már sokan is voltunk hárman. Így is van. Van rá egy 5000-esem, hogy 55-kor még itt lesz. Na, akkor viszont veled tudok fogadni. Haló, Jani! Jani! Hé! Hey! Gyere vissza! Csak egy perc! Hol az angol vers? Adod, a fölolvasom én. Nem írt, nem fogadjunk. Írtam, akkor a kamus. Nem írtál rohadék? Tessék? Gyere gyorsan, elnyomod. Blöf király, gyorsan. Nem, őszintén nem írtál. Egy sort belőle. Na. Egy sort, ha valaki megfejti egy sor után, jó? Egy sort, de nem mondj többet, na egy sort, tessék. És megírta, nem blöföl, jó? Egy sor. Jó, várjál, viszont akkor nem az elejét mondom. Jó, az egy sor, okay, ne, a versből valahol egy sor, jó? Rád bízzuk. Ha okay. Valaki megmondja, megkapja, de jövő héten elmondod. A hajón leszünk úgyis. Egy sor. Oké. Okay. Szeretik, hát kérik. Nem mi akarjuk bennünket, nem érdekel. Az, hogy mindenből kitalálják. Ez nem olyan bonyolult. Jó, nem olyan akkor mondják, nem olyan kitalálják, okay. Mondják sorra, hogy jövő héten meg ne írjál újat, elmondod az egészet újra. I have no father or mother. I have no god, no country, no cradle, no blindfold. Jó. I don't okay. have a kiss. Oké, okay. Meg vagyunk. Jó, írj újat hétfőre, mert ez nagyon könnyű. Vagyis péntekre. Nem írok. De szép vers, de szeretem. Aj, de szeretem ezt a verset. Hungry for 3 days, not too much, not too little. Ez olyan gyönyörű ez a vers. Of my powder, I am selling my 20 years. Jó, Istenem, nagyon szép vers. Nagyon szeretem. Maradj nagyon még. Oké, okay. És látod és megírtad. Nagyon szépen. Anyám csúkja. Ez az. Ez szala. Jó, aki azt írta, hogy Petőfi, az hívja fel a magyar tanárját, és kérjen tőle elnézést. Igen, és adja vissza az érettségét. Adja vissza a diplomáját és az érettségét. Jaj, de szép vers, úristen. Ez egy nagyon szép vers. Egyre jobban szeretem a verseket. Na, ahogy öregszem. Látod, mert lassan bort is elkezdesz inni. Azt minden rendben lesz. Fehéret szárazat.
Na jó, akkor még kicsit öregszel, rámész a vörösre. Fú, azt nem bírom. Egy jó vörös-boros verses. Mert még nem vagy elég idős hozzá. Az igaz. Egy hintaszéket veszel, és verseket olvasol borral. Így van, és kezelik a sztrókomat. Abszolút, teljesen tudom. Jó. Na szóval Gyoko Alcaraz, na tessék. Gyoko, hát nálam nem lehet kérdés, tudod, hogy én gyokovista vagyok. De legyen 20. Jó. Jó? Oké. Okay. Én azt mondom, hogy aki ezt nyeri, az minden nyeri. Az nyeri a Garrost, ez biztos. De most hol játszanak? És szerintem Garrost, és szerintem a kis Alcaraz ma megveri a Gyokót. Én szerintem ma a Gyoko kikap. Igen, ma nem. Igen. Olyan? Nem bírja az eset. Én most azt gondolom, én teszek egy 20-ast az Alcarazra. Oké, okay, tartom, Gyoko 20. 2-6 az otca a Gyokónak egyébként. És Alcaraznak ilyen 1-30. De én nem az otcok miatt mondom, nem az otcok miatt mondom, egy Gyoko is jó, meg ha most beúzza a Garrost, akkor azért minden idők legjobbja ever, mert 23 Grand Slam, tehát őt azért ez most valószínűleg nagyon viszi. Uh-huh. De nem most húzza be, akkor beúzza Wimbledont, ha nem Wimbledont, akkor jó. Szóval tök mindent, és úgyis ő lesz a legjobb. De én szerintem ma van szansz arra, hogy az Alcaraz elkapja a Gyoko. Oké, oké, tartom. 20. Hallottátok? 20. Jó, 20. 20, akkor neked Gyoko. Nehogy sírva, gyere be hétfőn, haver. Nem. Szerintem nem. Már ma este fogok rád írni egy smiley jelet. Jó. Hogy utalok. Szia, Jani! Jó forgatás! Jani! Nézd meg, már köszönni se akar rendesen a hallgatóknak. Persze. Hívjuk anyámat? Anyámat is felhívhatjuk. A verset? De hívj egy verses nyertest. Ő a leggyorsabb, ő volt. Csináljuk azt, hogy most már csak elbetűvel beszéltünk, jó? Nekem ez nem megy. Emek nyertes. Eleven. Tököm. Nagyon várom. Nem tudom, de valakinek ez folyékonyan megy. Hogy csinálják folyékonyan? Tudsz csak E-vel vagy I-vel? A-val? Tudsz? Nem. Úgy, de lehetetlen. Haló! Sziasztok, András vagyok. Harmadik? Harmadik András. András, figyeljél ide. Mit mondjak én neked? Mi a vers? József Attila, tiszta szívvel. Jaj, de szép. Ja, várjál, nem ezt akartam. Jaj, de szép. Ez egy olyan szép vers. József Attilának nagyon szép versé vannak, de ez is egy nagyon szép vers, igen. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, ugye ezt kezdte Jani is mondani. Bizonyám. Nagyon ügyes vagy. Mondjuk nem volt nehéz. Nem volt nehéz, köszönöm. Inkább a gyorsaság miatt vagy ügyes, ugye azért viszonylag hamar föl lehetett ismerni a verset, még igen. Akkor is, ha Jani fordította, de ügyesen csinálja. Jól fordít a Jani. Jól, a Google fordító, jól. András, kapsz egy ajándékcsomagot, mit szólsz hozzá? Ó, nagyon szépen köszönöm, már sokszor próbálkoztam a versekkel. Ja, hogy már sokszor írtál megfejtést, aha. Hol igen, hallgatsz? Nem voltam elég gyors, Pécsről. Aha. Egyetemi város, tudod, ott sok az okos ember, kevés a hallgató. Így van. Igen. Nagyon jó. Okay. András, a jó Isten áldjon meg. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Szevasz, András. Ciao. A jó Isten áldjon meg. Semmi, bedobtam már a gyeplőt. Oké, akkor best of. Mutatjuk a best of-ot, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Csáv, Arpi. Itt a vezérigazgató. Hogy mivel is foglalkoztunk, nem keresem, mit írtam. A Novák András bejelentkezett New Yorkból. Gyerekek, egészen durva, ami van, és hihetetlen, hogy minden sci-fi, ami egykoron megszületett, megmutatja azt, hogy milyen világban fogunk élni. Tehát ez az Interstellar csillagok között jelenetét idézi, narancssárga ködben úszik New York, pernyék repülnek a levegőben, éget szagban, mert hogy Kanadából akkora erdőtűzek jönnek, mert ott van az erdőtűz, de a füst az már belepte fél Amerikát, és láttunk ilyen apokaliptikus felvételeket. A Novák meg persze ott van, hát hol lenne? Figyelj, én nyilván nem sűsápon forgat. Hogy ő mindig ott van. Tehát ahol történik valami, jó, ott van a Novákon. Igen, ment Washingtonba, és onnan gyorsan átment New Yorkba megnézni a narancssárga felhőt, úgyhogy gyorsan fel is hívtuk, és úristen, mennyi megfejtés. És te látod az Anna a konfiát? Igen, és mi az, amit nem köszöntek meg nekünk? Erről beszélgetünk, ez egy nagyon bosszantó jelenség, hogy csinálsz valamit évek óta, hetek óta, minden nap, de a kutya nem köszöni meg neked. Ugye egy maláj mászót lehoztak az Everestről, egy serpa, le a kalappal előtte a hátán, és a csávó nem köszönte meg, neki letiltotta a közösség oldalon. Nyilván presszis kérdést csinált belőle. Vagy nem tudom, megsértődött. Megsértődött a csávó, szerintem, hogy körbe ment a kép a világban, ahogy ő összekötözve egy hálózsákban, mint egy zsák krumpli úgy van a serpa hátán, aki meg hősiesen lehozza. És szerintem ezen bedúzogott a hapsi. Igen. Ennyi. Igen. Igen. Úgyhogy erről beszélgetünk, hogy neked mit nem köszöntek már meg soha. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. A látótávolság nagyon gyenge, tehát még most is nagyon rosszul lehet látni, tehát ez nagyon megnehezíti a pilóták dolgát.
és hát itt a 10 milliós New York az a legkevesebb, itt az egész keleti partot befette, tehát most már ilyen 100 millió ember fölött van, akinek hatással van az életére, és ugye én is, amikor megérkeztem, elkezdtem embereket kérdezgetni, illetve barátokkal, akikkel vagyok, illetve jöttem, hogy ők hogyan élik meg, meg mi történik velük, és hogy mennyire gáz ez a történet, de érezhető, tehát leszállsz, és olyan, mint egy ilyen száraz, olyasmi, mint amikor bemész egy ilyen kolbászfüstölőbe, tudod, és érzed, hogy abban a másodpercben lehet érezni az ízét, tudod, és kapar a torkot, tehát ez az első reakció, és mindenkinél van maszk, és persze hülyét is láttam, tehát kiléptem a szállodából tegnap, és futott valaki, na most, tehát, tudod, ilyen reggeli futás, nem hittem el, Washingtonban eltűnt a Washington Memorial, az emlék, mint tudjátok, az Obelisk, nem lehet látni, a Lincoln Memorial ködbe borul, utána néztem még tegnap, amikor megjöttem, hogy kritikus hely, Seaford, Richmond, Charlottesville, Washington, Philadelphia, Harrisburg, New York és Buffalo, tehát hihetetlen nagy városok, és az egészségügyi határérték sokkal-sokkal többszöröse. Tehát, hogy most megnéztem, ezt úgy hívják, hogy levegő minőségi index, ugye ez olyan 20 és 50 között kéne lenni, hát ezekben a városokban 150 és 450 között van. Egyébként most nem New York a legrosszabb, hanem Philadelphia, most 450 ez a szám. Több százszorosára nőtt az aszmával kapcsolatos megbetegedések száma, most fölkészültem, hogy ezt így el tudjam mondani. Szóval nagyon-nagyon sokan a tüdő problémákkal, hát ugye ez elég egyértelmű, tehát ha ilyen tömény füstöt lélegzel be hosszú időn keresztül, egy nagyon jó matek volt ezzel kapcsolatban, hogyha 2-3 percre kimész New Yorkban, vagy mondjuk Philadelphiában, az olyan, mintha 60 percen keresztül nagyon erősen dohányoztál volna. Tehát talán ez mutatja a legjobban, hogy milyen. Tehát 2-3 perc kint, az olyan, mintha 1 óra folyamatos dohányzás. Na ezt a mintát mondták, és ez talán nagyon jól mutatja, hogy miről van szó. Legutolsó számítás szerint, ha minden jól megy, talán vasárnap fel tudnak lélegezni a szószoros értelmében, vagy szó átvitt értelmében is. Tehát, hogy vasárnapra már jöhet olyan széljárás, ami az Atlanti-óceán felé, vagy az Atlanti-óceántól, tehát egy ilyen nyugati vagy keleti szél, tehát mindenképpen kimozdítja, mert nincs olyan erős szél, ami miatt elvinné. Ez ugye egy feltételezés csak, hogy kifelé fújja a szelet, hát érted, azt most ők tudják, hogy a másik irányba fúj esetleg a szél. Nem, tehát most beakadt, tehát nincs olyan erős szél, ami miatt elvinné, és ráadásul arról van, hogy állandóan van utánpót lesz. Nem tudom, itt abban bíznak, hogy vasárnapra fel tudnak lélegezni. Igen, azt mondják, hogy 20 és 200 nanométer átmérőjű égés termékekből álló felhő az, ami terjed, és a meteorológia hozzátette, hogy néhány nap alatt Európát is elérheti. Te hallottál erről valamit, hogyha a szél felrepül, vagy valami történik, hogy felrepül, a levegő az úgy, vagy mozgál, a szél elhozza, akkor az eljuthat Európába? Elméletileg eljuthat Európába, és a mikroszemcsék a legnagyobb gáz. Tehát nem maga a füst, ugye a füst az olyan, hogy belélegzett, kilélegzett, hát azért ezt már élték túl emberek, hanem hihetetlenül sok vegyi, kémiai anyag alakulhatott fel, amelyek nagy, apró szemcsék. És most már arról beszélnek, hogy ez bekerülhet a véráramba. Tehát belélegzed, viszont már nem lélegzed ki. Vannak olyan élethelyzetek, ugye, amikor egyszerűen megcsinálsz te valamit hetekig, hónapokig, évekig, vagy csak egyszeri nagy alkalom, megmentesz valakit, pénztárcát viszel, mit tudom, és soha a büdös életben senki nem mondja azt, hogy köszönöm. Nem köszönik meg neked. Nem. Hát nagyon sok SMS van, nagyon sok SMS van. De itt van előtte István. Hello István, jó reggelt! Hello, sziasztok! Török Bányton volt egy olyan esetem, hogy egy mama tolt egy rollátort, ez egy ilyen járássegítő eszköz, négy kereke van, és a török bányti aluljárónál ott egy olyan 25 centis víztúcsa szokott állni, és arccal beleesett a néni a vízbe, én megfordítottam, újraélesztettem, kihívtam ugye a mentőket, mentők mondták, hogy ha nem éreztem, újra meghalt volna, belefulladt volna a vízbe, már annyi víz volt a tüdejében. Eltelt 2 nap, semmi probléma, mama nem köszönte meg, beadták a mentőbe, elvitte, eltelt 2 nap, csöngettek nálam a rendőrök, jöttek, hogy olyan problémáik van, hogy a mama föl szeretne engem is, hogy föl is jelentett, hogy egy nagy értékű főbevalója az egyik, a párból az egyik darab eltűnt, ami 120 ezer forintba kerül egy olyan főbevaló, hogy vagy kifizetem, megegyezünk jogi úton, vagy pedig be fognak perelni, hogy én megmentettem az életét, de közben eltűnt egy főbevalója. És föl is jelentett volna, nem fizetem ki, mert oda került a sor, hogy most el voltam kifizetni, nem akarom jogi útot perelni. De ki is fizetted a fülbevalót, ne csinálsz már. Hát ez följelentett, igen, utána elmentünk ügyvédhez, az ügyvéd elmagyarázta, hogy milyen jogi precedensekkel jár ez, hogy nekem mennyit kell majd utána szolgáljak, hogy lehet, hogy jobban járunk, hogyha kifizetem ezt a úgymond kisebb összeget, hogy megnyerhettem volna, persze megnyertem volna a perc, csak én
nem budapesti lakos vagyok, és mire én oda felutazgattam volna, mondjuk két havonta egyszer, addigra lehet ingyen gatyám ráment volna. Á, ez egy vicc, gyerekek. Inkább kifizetted a félbőbe valót. Ez nagyon kemény. Inkább azt a 120 ezer forintot kifizettem. Ez nagyon kemény. Majd tisztességes vagy. Még az öreg idős nénibe is van azért. Kurázsi. Van kurázsi. Arccal előre fekszel a focsolyában, és eltűnik a félbülbe valód, és feljelented a csávot, aki megben. Úgyhogy az időt már tele van vízzel. István, köszi, vigyázz az idős nénikkel, kerekesszékkel aluljáróban. Haverokkal horgáztunk, és hát becsúszott a vízbe, nem tudott úszni, kihúztuk, hazavittük, meg se köszönték. Anyuka beszélget a barátnővel, közben két év körül gyermek lábbal hajtós műanyag motorral a két autó között kigurul az érkező autó elé. Gyermeket az utolsó pillanatban sikerült megfognom, de engem elütött az autó. A telefonom eltört, betörtem az autó szélvédőjét, amit én fizettem. Köszönömet nem kaptam. De fentről figyelt valaki, mert a középső gyerekemre vigyázott a jó Isten. Anyuka annyit nem mondott, hogy köszi. Két évig nyírtam a füvet egy kutyafuttatón, nem lett volna feladatom, soha senki nem köszönte, meg egyszer kihagytam, és az önkormányzattól kaptam egy levelet, miszerint az elhanyagolt futtató rontja a város összképét, ezért mielőbb rakjam rendbe. Pilóta vagyok, rendszeresen karban tartom a pályát, az irányok felfestése, a pálya szemfelfestése, fűnyírás természetesen ingyen. Egyszer nem köszönte meg egyik pilótatársam sem. Helyette azt kaptam, hogy 8 méter fű lemaradt a pályáról. Jó lenne, ha levágnám. Ha kétszer megcsinálod, akkor onnantól kezdve az a te dolgod lesz. És az összes tömbi ember, aki ezt használja, már természetes. Halálosan természetes, az a te dolgod. Ezt valaki hát rád bízta, hiszen miért csinálnám meg egyébként? Eddig is, nem? Miért csinálnám meg egyébként? Ha csak a hülye csinálná meg ingyen, valószínűleg te pénzt kapsz érte. Egy kollégám táppénzre akart menni, de nem volt beteg, mondta, találjuk ki valamit, mondtam, hogy támaszkodjon az ajtókeretnek, amikor nem figyelt, rárúgtam az ajtót a kezére, négy ujja tört, meg se köszönte, csak hazament. Trolibussofőr vagyok, amikor jegyeket szeretnének venni, szinte soha nem mondanak semmit, csak néznek és mutatják a pénzüket, se köszön és se köszönöm semmi. Társasház földszinti lakó vagyok, 8 éve rendbe tartom a ház körül lévő zöld területet, az egyik lakó sem mondott soha köszönetet, nem is lenne dolgom, semmit nem kapok érte. A jó munkát szép lesz, viszont mindig ide böfögik. Egyik se jön segíteni. Már tök természetes, hogy én vagyok a gondok. Mondjuk a jó munkát szép lesz, az jó duma. Igen. Jó munkát nagyon szép lesz. Szép lesz, ügyes. Szomszéd bácsi 3 éve elesett biccajjal, vérzett a fejjel, vittem orvoshoz, a felesége lecseszett, hogy miért nem hagytam ott a földön. Ott van egy szerelem az asszonyban. Először azt hittem vicce, azóta se köszön. Miért nem hagytad ott? Ott a helye. Balázsék! A Rádió Egyen! De Ferkó, na de mondjad, mi van? Hát mi lát, BL döntő van. BL döntő, nem baj, hadd legyen. Hát akkor? Igen. Ha valami, dobjunk fel rá. Nem, áll most, ha nyerek a izével, akkor ezzel meg elveszítem. De na, ki játszik ebbe a Inter, BL? Mi az Inter, a BL? Inter van. Manchester City, Inter. Oh. 20-as az Interen, na. Nyer az Inter. Gyere, srácok, írjátok már meg, van esélye a Manchesternek? Hogyne, a Manchester Citynek? Nagyon jó. De akkor te miért fogadtál az Interre? Nem, hogy jött egy intuíció. Egy intuíció. Nem, semmi. Intuíció. Elég. Nézd meg az occokat. Írjátok meg, srácok. Jó, akkor ez is 20? Legyen. Fogadjunk. Basszus, fogadjunk, hogy lenullázom. Nyer az Inter, nyer az Inter. Jó, én meg akkor Manchester. És mit nézünk? A 90 perc végét? Nem, végeredmény. Tehát aki BL győztes, nincs a 11-es, 11-es. Aki a BL győztes, az a hülyeséget. A 90 percig, nem tudom, tehát csak döntetlen lehet a 90 perc alatt, nincs győztes, a hosszabbítás van. Ez mondjuk igaz? Jó, erős kérdés volt. Ez egy erős kérdés volt, igen. Sima City győzelem, azt mondják, látod? Oké, ezt ismerem. Jó, na! Okay. Ezért mondom, hogy bevállalom az Intert. Egyébként a City erősebb szerintem. Jó, akkor Manchester City 20 ezer. Tehát akkor Alcaraz Inter, te meg úgy mész el hétvégezni, hogy Gyoko Manchester City. Ja. És 20-20 mind a kettő. Jó, szerintem ez most egy... Én ezt korrektnek érzem. Öcsém, valakinek. Én ezt korrektnek érzem, annyi, hogy szerintem a City nyer. De ne törődj vele, Bali, megint okos voltál. Jó van, nem kell mindig jól járni. Intuíciód volt, és te hiszel az intuíciót. Nem kell mindig jól rengeteg járni. Rengeteg pénzt veszítettél már. De most ha Gyoko nyer, és holnap nyer a Manchester City, nem jövök hétfőn. De bejössz, és vagy elég, ha csak átutalod a hétvégén a pénzt. Tudod, már lehet hétvégén is utalni. Veszek egy fegyvert, és random lelövök valakit a akkor viszont én nem jövök. Megszólok akit a Janinak. Akit először találok, azt mellbe lövöm, ennyi. Hát az hogyan? Most megnyered a Gyokóval, és holnap beúzod a Cityvel, akkora mákos vagy. Nem én választottam egyiket se, hangsúlyoznám, tehát te kezdted úgy, ez hogy igaz. Neked Alcatraz és a Inter. Oké? Tehát nem én választottam, te rántottad magadra ezt a bizonyos kakisvödröt, itt ki és utalj. Szerintem az lesz, hogy senki nem fizet senkinek.
Szerintem ma nyer az Alki, és te holnap behúzod a Cityvel. Ez inkább a realitás. Ma Alki, holnap City. Nyugtass csak magad, kisfiam, nyugtass csak írják magad. Írják is, ez most oda-vissza 20 lesz, ezt mondom. Szerintem igen? Ez ma Alki, holnap City. Ha ma Gyoko és holnap City, akkor az 40 ide. Hétfőn nagyon-nagyon-nagyon szar fej lesz. Még ennél is. Na jó, a gyerekek, vigyázzatok magatokra hétvégén. Spenótos rikottás széles metélt egy gyönyörű, magos sertésszűzzel. Ezt csak nem szoktam így bedobni, csak nem kérdezte, de ez a receptünk ja, recept. Is fönn van a Facebookon. Jó? Hajrá! Oké, gyerekek, főzzétek meg. Úgy sem mertek sehol, mert esítni fog az eső. Szevasztok, hétfőn jövünk. 40 a City ezen. Morálisan és análisan is megbűnözi az Intert. 4-0 vége írt fel. 4-0, jó. Hát Bali nem kell mindig jól járni, de hogy mostanában soha a rohadt életben. De tél... Jó, ezt a City rajongók írják, úgyhogy mondjuk Inter rajongónk nincs ezek szerint. Senki. Senki. City, sima City, sima City győzelem. Guardiola behúzza. Guardiola egy zseni, gyerekek. Na jó. Oké, köszi. Szevasztok. Csávó. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.